a Klassz FM-en. 6 óra 16 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jani Feri, hello! Hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Ott van egy, mögötted jobbra. Na, azt kuka? Én nem veszem fel. Tudod, kim volt hát az a füles? Hát nézd, tudod, kim volt az? Na. Csak jelzem. Tehát, hogy nem akarom, hogy beatkásodjon a fülem. Atya Isten. Ja, jó reggelt, bocsánat, nem közöttem volna, csak hirtelen nem találtam a fülesemet, találtam helyett egy másikat, de én nem ezeket a plüssös, dűftines megoldású füleseket én nem vagyok hajlandó felvenni. Ne haragudjatok, biztos én vagyok a túligényes, de nem köszi. Az az, mint egy 1932-ben felszerelt színházi függöny. Így. Ugye annak a darabjából készített. Egy picit, igen. Amit aztán később használtak egy kutyaházban is, de aztán Fifi sajnos meghalt 14 év után. De még benne volt. Igen, de ebbe temették el, de aztán rájöttek, hogy még jó lesz valamire, hogy kiúzták. Nem intézünk petíciót a Gyulához, hogy mi is szeretnénk új füleseket? Tehát, hogy nem csak az abaházi, meg a vágópiros, meg a többi. Melyik az új? Melyik az új? Ez hát, az új? Nem. Hát nekik van dobozban külön, a Csabi bejön reggel, kinyitja. Nem, a Csabi nem új, csak nagyon ritkán használja, mert sokat van szabadságon, és ezért újnak tűnik. Nekik van? Így kap mindenki egy ilyen fülhallgatót. És a piros is? Igen, mindenkinek van külön. Tényleg? Igen, Argyelán Krisztának is, Garamiga, mindenkinek van, csak nekünk hármunknak nincs. Hát akkor kérünk is. Mert az az altatás, azért nem tudja megvenni, mert neked egy gyémánt berakás miatt hosszabb ideig készül el. Mondtam, hogy ide fölragasztok én rá 2 Swarovskit, ha ezen múlik. Nem is tudtam, hogy mindenkinek külön fülesse van gyerekek. Hát akkor kérjünk mi is. Én ott örülnék van, neki. Ott van a piros fülese. Hát megőrülök. Hát van. És akkor jöhetnél a kis... Hát mondjuk te az első napon fogod elveszíteni. Hát ez sanszos, igen. Bízzuk rá Janira. Legyen ő a füles felelős. Figyelj, én hozom, ha ezen múlik. Én örülök minden ilyen új cuccnak, főleg, hogy ezek egész jó minőségek. Úgyhogy részemről a fáklyás menet. Jaj, gyerekek, néztetek Szulejmán tegnap? Nem. Az nem tartozik a kedvenc sorozataim közé, de biztos nézték. Igen, sokan meg nálunk is ment, anya bekapcsolta, mert ő is kíváncsi volt, hogy mi az a nagy titok benne, és képzeld el, van benne Bali Bég. Tényleg? Aha. Csak azért kérdezem, mert Szalai írja, remélem tegnap nektek is Szulejmánt kellett nézni. Nekünk nem kellett, csak hát ha nektek kellett esetleg, nem kellett? Nem, hál' Istennek, én egy mászóteremben mulattam az időt, az akit picit közelebb áll a szívemhez, mint a általános sorozatok. Hát nem, annyira azért nem természetesen, de amikor hazamentem, akkor még készülődni a mára, meg stb., meg gyerekkel foglalkozni egy picit, meg ilyesmi, és akkor azzal elment az idő. Hál' Istennek! Hol gyerekek? Úgyhogy ez nagyon akkor jó. Akkor te se láttad? Én nem, én Homelandet nézek, mert annyira izgalmas az a 4. évadnak a 9. része, hogy megőrülök, és alig várom a hétfőt, hogy megjelenjen a 10., amit le tudok tölteni. Úgyhogy nagyon jó a Homeland, nem? 4/9. Ja. 4/9, meg elkezdtem egy új sorozatot, vagy elkezdtünk egy új sorozatot. Egyelőre az még elég fura, úgyhogy az még nem tudom, hogy milyen. Nem akkor tudom, még hogy milyen ne ajáld. Azt még nem merem igazán, mert 20 percet láttam belőle, úgyhogy... De a címét meg tudom mondani, Fringe. Fringe? Fringe, a Fringe. Ez egy név? Ez valamilyen ufós, földön kívül is, zombis, nem tudom, Fringe. 20 perc ment le belőle a laptopomon, szigorúan letöltve, úgyhogy... Ezt így hangsúlyozod most? Ezt a letöltés már másodjára? Letöltés. Nem tudom, ezt hiszem, meg hát a Homeland gyerekek, az minden idők legjobb sorozata lesz szerintem. Fú, nagyon-nagyon durvá jó. Hát az a Trónok harca, de ezen nem fogunk összeveszni. Hát ebben a témakörben. Igen. Én mind a kettőt tanom, jó? Egyiket se láttam, mind a kettő nagyon jó. Csak ne úgy ezzel össze. Ez az utolsó évad, ez annyira megveri most a Trónok harca utolsó évadát, hogy az bődület. Ízlések és kofonok. Trónok harca utolsó évad, az gyengusz volt. Nem történt benne semmi. Én legalábbis nagyon vártam, de az csalódás volt. Most láttam egy trélert az 5. évadból, egy 10 másodpercet. Valaki, én ilyeneket nem nézek. Valakit hasba szúrnak éppen. A változatosság kedvé. Az egészen jó. De hát a Homeland gyerekek, az valami elképesztő. A Dallas viszont beleállt a földbe. Ahogy olvastam, nem lesz belőle új évad. Nem szerették annyira az emberek, így eltűnt egy picit a nézettsége, miután ugye a nagy öregek közül hát ugye a legfontosabb elment, és akkor onnantól kezdve már annyira nem érdekelte az embereket, úgyhogy nem lesz belőle. Egyébként jó volt pedig. Tehát, hogy nem, izgint csavarták ott is, az utolsó 3 részt nem láttam, egészen jóra csinálták, tehát hogy jó volt, nem tudom, miért nem nézték. Hát a főgonosz nélkül, Jockey nélkül már. Nem igazi. Bár nem az igazi. Biztos. Életben kellett volna tartani a szerepet valahogy. Már úgy, mint Szulejmán Sziget várná? Körülbelül. Nagyon sokáig benne volt már, mint hogy úgy kavarták a szálakat, mintha még Jockey kezdte volna, meg levé jött tőle, meg tehát, hogy jóval a halála után.
feküdt csak el teljesen az a rész, hogy, hogy tulajdonképpen ő már nincs, mert állandóan valahogy képbe hozták. Meg visszavágtak régi részeket, meg voltak pótforgatások szerintem, vagy szóval, hogy érdekes, érdekesen oldották meg. De igen, nem lesz belőle több. Még házalnak a producerek. Igen, próbálkoznak kisebb kábeltévéknél, de hát, hát nem sok esélyük van rá. Nem sok esélyük van rá. Nem legyen belőle folytatás. Ja, olyan jól reggelt, basszus, bocsánat, csak elment rögtön a hangom. Igen, nekem tehát, is. Hogy olyan jól indult a reggelem, abból a szempontból nem, hogy ahogy jöttem kifelé a kapun, és húztam kifelé a kukát, rögtön sikerült fel is borítanom, úgyhogy nagyon jó, amikor az ember így, így lezuhanyozva, fitten, frissen, tiszta ruhába jön ki, és utána pedig azt nézi, hogy hova ömlött, mi ja, ömlött, kibocsuk. És hogy igen. Csak gyorsan visszapakoltam bele minden, természetesen emiatt már megkéstem, és rohantam kifelé a buszhoz, de már nem értem el, mert hogy jött a busz, nem állt senki a megállóba, ilyenkor meg, amikor látják, hogy nincsen senki a megállóba, akkor ugyanazzal a lendülettel mennek is tovább. Én ezért nem is kárhoztam őket, mert hogy nyilván miért álljon meg, ha nem lát. Mondjuk picit szerintem benne van ez a cipzárelves effektus, és egy kicsit, amit nem látok, az nincs is. Ugye azért oldalra nem nagyon nézünk ilyenkor, de mindegy, nem is érdekes, nem akarok vádaskodni, nekem kellett volna kimennem korábban. De a lényeg az, hogy képzeljétek el, hogy egy taxi is megállt, de konkrétan visszatolatott, és mondta, hogy a buszhoz rohantam, és akkor mondtam, hogy igen, gyere, elviszlek. De rendes. Fogott, igen, beinvitált az autóba. Igen, igen, hát, picit féltem ettől, hogy most szerzett magának egy potya fuvart, legalábbis azt hiszi, de nem, hanem elvitte egy vagy két megállót, pontosabban egyet, megelőztük a buszt, aztán kirakott. És amikor kiszálltam, akkor is, mert csak meg, hogy te vagy a van olyani? Igen. Hát, hogy nem hozlak el. Adjál már egyezre. De hogy is ne. Nagyon jó fej volt egyébként. Nagyon aranyos volt, és így korán reggel, basszus, így jön valaki, tök önzetlenül, tök jó fej módon segít egy számára tök ismeretlen vadidegen embernek. Nagyon megható volt, örültem neki. Rögtön fölígért a szám tőle. Hány méteren vitt? Hát egy olyan jó megálló, 200, de nem volt kötelező neki. Két megálló 200 méter? Na jó, hát nem, egy megálló. Ja, egy megálló. Aha. Egy megálló csak, két villamos megálló között. De tök rendben, most mindegy is, hogy meddig vitte egyébként maga a gesztus. Mehetett volna ugye ezzel a lendülettel tovább, mehetett volna haza, mehetett volna pihenni, eljött egy embert, aki fut. Azt mondja, ráadásul első körben azt hitte, hogy valami tolvaj lehet, aki fut a szállt. És azért állt meg, hogy fölvegye, tudjon vele menekülni, vagy mi. Úgyhogy nagyon jó arc volt, nagyon szépen köszönöm de neki, hogyha hallgat csak itt futok reggel, nem baj, szálljon be, elvisz egy darabon. Olyan pici kell ahhoz, hogy az ember így a másiknak örömet szerezzen, tényleg. Na, rendes volt. Na, ide figyeljetek! Na. Na, megcsináltad? Hoppá, elvitted? Most de jó! Melyiknél voltál végül? Kicseréltek az üveget is? Érted, újra apám órája. Zafirra, ez megkarcol mindent. Nagyon sok ötlet érkezett, és köszönöm a hallgatóknak, ugye apám órájának üvegét kellett visszareparálni, illetve cserélni, és akkor végül a Lehel piacot választottam, mert én úgyis oda járok vásárolni, de sose láttam még ezt az órást, és beadtam neki, sicsúgy és kész van. És hova vitted végül? A Lehel piac. Lehel piac emelete ott. Tényleg szaki? Nagyon jó. Komoly. Nem egy savanyúságos. Igen, de mondta, hogy ezt is meg tudja csinálni. Ért, az ügyes kezű. Úgyhogy köszönet a hallgatóknak, és olyan boldog volt, és büszke, hogy vannak még jó szakemberek, visszarakta, mondta, hogy valamit, hát nem tudom a szakszavakat már idézni, valamit itt cserélni kellett, és akármicsoda, de megvan. De jár is? Ja nem, az kiszerelte a belsejét. Csak az üveg van visszatéve rendesen. Nem, szépen megcsinálta, kitakarította, úgyhogy kiállj. Ilyen. Imádom és a hallgatókat. És mi az a szadom, az a szíj rajta? Vagy ez, mi nem ezt volt. Mióta ismersz azóta ez a szíj van rajta? Ezt a szíjat én is láttam. Mióta te ismersz azóta ez van kicsit rajta? Kicsit ilyen szadom az ilyen kikötözős jellegű szíjad van. Érzem, hogy a kötődik ez is felé, mert ez az első cséplőgépjüknek az ilyen szíja. Lapos szíj. Igen, lapos szíj. Vannak olyan dolgok, amiket így szeretsz, persze, és akkor ezt így használom, de tényleg ilyen volt. Na, de akkor jót mondtak a hallgatók. Nagyon jót mondtak, úgyhogy amit viszont most keresek. Na, mond. Víz alatti ultrahangozás Budapesten. Gyerekek, ez a rohadék internet, hogy érted, beírsz bármit, azonnal kidobja, ez az egy dolog, amit én nem találok meg rajta. Komolyan. Víz alatti nagyon beteg vagyok, és víz alatti ultrahangra kell nem menni. Fölött, nem vizen. Alatt. De mondtam, hogy hív föl a... Kit? Hát a fürdőket, tehát hív föl a rudast, hív föl a Gellértet, és kérdezek, hogy van-e víz alatt út. Ezek ilyen nagy fürdőkben, biztos, hogy van súlyfürdő, van mit tudom én, ilyen olyan gerinctorna vízben, biztos, hogy van. Csak ezt akarom elkerülni, hogy leüljek, és 500 helyet fölhívjak, és azt mondják, hogy hát sajnos nincs, mert az internetet pont erre találták föl, szerintem, hogy beírod,
hogy víz alatti UH, ultrahang. Hát hülye lenni, másfél millió hallgató mellett egy telefonálgatnál, majd megírja valaki. Az meg a másik, hogy itt vannak a hallgatóink, érted? Tehát, hogy tudom, hogy mondtattál, mert tegnap is kérdeztem. Szerintem valamelyik fürdőnkben ez lesz. A Gellérben nagyon sokféle súlyfürdő van, meg gerinctorunk, de ott szerintem simán találsz. Egy ilyen ultrahangos. Gellért, Rudas, mi van? Komjádi, Széchenyi, Szecska. Ott még egy inkább a gyógyfürdők. Gyógyfürdőket hívd végig, szerintem van. Hát ez egy speciális kezelés nyilván, nem? Igen. Szerintem nem tudom, mennyire speciális, hogy ez mennyire általános, vagy mennyire speciális, de hogy ez egy létező dolog, hiszen nyilván nem mondták volna, hogy egyébként ilyenre kell menni, ha ez nincs. És mit kell ezt, mit csinál veled majd? Ez ultrahangozza a lábomat víz alatt. Ezt Jánosnak köszönhetem, aki berántott ebbe a sportéletbe, utólag is köszönöm, hogy a futástól Igen, mindig ezt mondják egyébként a szakorvosok, tudod, hogy mit csinál olyasmit, amit az elmúlt fél évben, vagy azt megelőzően nem csinál sportot, akkor az akkor hagyja abba. Ezt nem mondta egyébként, nem, ezt túlkarikíroztam a történetet, nem mondott ilyet a világ legaranyosabb neurológus nénie. Ő mondta azt, elkezdett zsibbadni a jobb lábam középső kettő ujja. Ajjajajajaj. Rákerestem a neten. Nem túl jó. Úgy kezdődött, hogy szklerózis multiplex, mondom, nagyon rendben vagyunk. Aztán kiderült. Nem biztos, az érszűkület is lehet. Az sincs, hát megnézték, persze, minden megnézettem. És van ilyen, egyébként köze van a sporthoz, hogy valami, na most mi van? Én már intézem ha neked. Ha most te azért jössz, hogy halálos beteg vagyok, akkor menj ki. Dehogy azért intézem, ember nyújtja a jobb kezét, és kéz, nézz oda, hogy igen, reagál rá. Igen, mert ismerlek, mert te azzal a hívvel jössz be ilyenkor, hogyha valakinek valami baja van, ugye micsoda? Az Anna ilyen? Ilyen dehogy az Anna. Ilyen, egy dehogy jó indulatú ilyen. Ember azzal vagyok. Jön be, hogy szegély. Dehogy is ezzel jövök. Azzal jövök be, hogy ő nem fürdőkbe van, most beszéltem na, a tagályfürdőbe, hanem fizikoterápiára kell menned. Fizikoterápiás kezelés. Hát bárhol. Fizikoterápiás kezelés, fürdőkbe víz alatti sugármasszázs van, ezt hívják a tangentor kezelésnek. Tangentor kezelés, igen. Ez van minden gyógyfürdőbe, dagályba is van. De nekem nem az kell, nekem UH ultrahang, az fizikoterápia. Így van. Így van, meg a sokáig van a víz alatt, akkor egy szonár is. Például. Hogy megtalálják. Na, beljebb vagyunk, tessék. Tangentor kezelés. Az nem a vízsugár. Tangentor kád. Az igen, az nem ultrahangos. Nem. Ultrahangost azt mondták most a fürdőbe, hogy azt fizikoterápián csinálják, amit a Feri keres. Na látod? Igen. Meg, látod, nem lett volna jó, ha fürdőt hívunk, mert nekik nincs. Na, tangentor van a fürdőbe. Tangens. Nézem. Igen. Figyelj. Az jó. Na. Jó, tehát akkor vízsugármasszázs az van. És doktor nem megmarad? Sugár. De biztos jót tenne az is. De nem kell vízsugármasszázs. Nem megyek rendes masszázsra, nem megyek vízsugármasszázsra. Na tessék, találtam neked. Hideg ultrahangos kezelés. De nem hideg, víz alatti. Víz alatti kell. Víz alatti hideget, azt én is hideget, meleget találtam. Izületi bántalma. Fizikoterápia. Aha. Nervosztim kezelés. Figyelj, van itt minden. Van, csak az. Ingerterápiás kézzel. Az milyen interzingerelnek is. Igen. Nézem akkor. Hipohonderiás kezelés. Nem vagyok hipohonder, Jani, hát elkezdett zsibbadni a lábam. Időskori elhűlés, megvan. Nem szoros az az olasz cipő, ami van? Az nem, a hegyes. Ez nem az olasz, ez magyar. A vérkeringést, a digócipő. Ez magyar. Egyébként az Annának van igaza. Ez mit divat, azt mit játszod az összeleti dobod itt a angyalföldi digót. Az angyalföldi digó. Érted, itt a kézzel varrod, a gojzer varrod cipőnek. Gojzer, fél gojzer. Így a fél gojzer cipőnek a következménye. Nem, semmi közel hozzá, a gojzerem már akkor megvolt, mielőtt még futottam, tehát te vagy a hibás. Így a fotózkodásokon pipiskedünk, játsszuk a lazát, aztán pedig nekem nem kell pipiskedni, te összekeversz valakivel. Én 194 centi vagyok, nekem nem kell hova pipiskednem. Na igen, előjön. Úgy van, mint a gésák, tudod, behajtja már a lábúját a talpa alá. Menjél ki telefonálni. Legközelebb az óra mellé vegyél magadnak egy jó kényelmes mamuszt is, aztán abba bolckodjál. Itt a fél gojzer valót, kamu olasz cipői. Semmi köze nincs se Olaszország, magyar cipő, és direkt kényelmesre van. Cső, hogy elférjen benne a lábam. 7000 lesz. 7000 lesz alkalmanként. Na, már meg is van. 12-t kell csinálnom, ne szórakozz. Két végtag alkalmanként 7000. És ha egy, akkor 3500? Egy végtag alkalmanként bérletben 4000. Na. Bérlet nélkül 5000. Tehát a kettőre kapsz kedvezményt. Ja, hogyha mindenki. 1-4-2-7. Hát logikus, egy kicsit olcsóbb a kettő. És azt nem lehet, hogy befizetem, figyelsz, nem lehet, hogy befizetem a kettőt a 7000-re, de az egyik nap az egyiket kezelem le, utána visszamegyek, és ugyanaz dugom be a víz alá. Két végtag alkalmanként bérletben 6000. 6000. Aha. Na.
Van üveges szekrényetek otthon, nem? Abba tartsd a cipőt, hogy lássa. Ja, lábam. Nézegesd. Van üveges szekrényünk. Jó van. Na jó, szóval ez így megvan. Már megtaláltam neked. Megtaláltam. Hát de neked legközelebb, most bocsánat, hogy ezt mondom, de a béketér lenne. De egy fűrész kéne. A béketéren a polgármesteri hivatal van szívem. Az STK, a régi STK, az egészség központ, ott van a béketéren, ott van fizikoterápiás kezelés, édesanyám oda járt, nagyon-nagyon cukik, aranyosak, kell hozzá beutaló. Soha szépen elmész, van. Új kígyó van, minden a körzetorvos otthoz fölire beutalt, elmész és időpontot egyeztetsz, és akkor nem kell érte fizetni 7000-et, és megvan, hogy mikor mész, kapsz egy kis órarendet. Ez nem jó neked? Ne, csak átsétálsz. Hát, csak, hogy hívják, magárendelésre megy el, nem égeti ott magát. Na, majd gondolkodjatok rajta, jó? Nehogy mész el, vegyél. Istenem, hogy arra szoktam, hogy fél hét van, és megoldottuk. Aha, hát ennyi maga gyerekek. Rákóczi úr, magának is az a baj, amit nekem. Nem, nekem a sportol van, persze. De milyen jó, hogy nem lábujjanként van, gondold el. Képzeld el, hétrugó. 10 000 lábujjanként. Mondjuk így is ez egy 7012-re el kell mennem. Bérletben csak 6 vagy. Ah, tök jó. Akkor 72. De csak az egyik lábadon van? Csak az egyik. Hát akkor, hát akkor 4000 leszel. 4, na. Akkor 48, tök jó. Combos. Ja. Akkor fél párt még horhat. És a másik a fél gojzerből, igen. Tényleg, nem? A bal lábam a marad. Arra kérje járógipszet, színes. Menős húza. Ezért meg egy jó mamusz. Jaj, köszönöm. Na, akkor ezzel is túl vagyunk. Majd beszámolok, hogy milyen a víz alatti UH. Gyerekek, ez a klasszik 40-es probléma, 45-ös probléma. Ez van. Ez az élethelyzet. Amikor elkezded, itt fáj, úgy felszke, ott fáj, orvos telefonszámok, kezelésekre jársz lassan. Tehát ez klasszikus életszakaszbeli probléma. Aha. Tehát ezeket a számokat most már mentsem el, ugye, amiket így előszedünk. Igen. Tehát 30 évesen jaj, menjünk bulizni, 40 évesen jaj, hova vigyem a szeretőmet, 50 évesen találtak valamit, de nem mondom el otthon. Tudod, ezek. Tehát megvan minden életszakasznak a különböző tulajdonképpen hát életszakaszra jellemző élethelyzet. Tehát nézd meg a 40-eseket. Hát a 40-esek ugye klasszik, sokszor befutcsolt házasság, szerető, jaj, hova vigyem? Most nem. De jól vagyok. Nem róla beszélek. Minden rendben. Csak zsibbad a lábam. 50-55 éves. Jaj, találtak valamit, elmondjam-e otthon, hova kell menni, az első frász az urológusnál, már mondja, hogy nem olyan, az egy klasszik 50-es élethelyzet. 60-as, 70-es, mindig megvannak az élethelyzetek. A fiatal fizioterapeuta hölgy majd, ahogy majd invitál be a medencébe, az is szokjál hozzá. Persze, jöjjön Rákóczi bácsi. 20 éves fehér köpenyes nagyon. Csak múltkor is megcsúszott a lépcsőn. Tetszik emlékezni, mi lett a vége. A metlahit. Klasszik. Kicsit már ez, kicsit már az, már ilyen doki, olyan doki, gyerekek, ez nem a te bajod, ez 45-50 évesen az embernek, már úgy kezd fel, hogy kicsit majd itt fáj, kicsit mikra elkezd ott fájni, figyelj, én már ezt sport után már úgy kelek, hogy ez már nem olyan. Már kicsit, tegnap skassoltam, ezt tudtam fölkelni. Ezért nem kell csinálni, látod? Hát ez a jó megoldás. Tudom, hogy elkezdtük mind a kettő, illetve te már régebb óta, de hogy most így én kicsit bánom, és most a francnak zsibbadna a lábam, ha nem kezdem ezt a hülye futást. Köszi, Jani. Ez is miatt. Nem lehetne. Fél gojzer. Egyébként, figyelj, pont a futásnál szerintem vannak neked humánusabb, vagy lettek volna humánusabb dolgok. Én ezt akartam, ezt már megbeszéltük, én kihívást kerestem, hogy ez nem lehet, hogy ez az ember itt mellettem le tud futni egybe, mint én 20 kilométer. De hozzá kell szoktatni a terheléshez, most a futás az pont brutálisan igénybe veszi, tehát a térdizületet, a lábad, egy nagy csomó mindent, és ekkora súlyjal egyből futni kezdeni, mondjuk 15 év nem sport után. Milyen ekkora súlya? Miről beszél? Hát most már nem, de amikor kezdted, hát de akkor mennyi volt a 140? Mi van? 125. Ja, na, most jó 25 vagy 40, de nem bizony. Na, hát 15 ide vagy oda. Mikro. Most oké, ez lement 100-ra, de egy 125 kilós testtel elkezdeni hirtelen futni, oké, hogy fokozatosan terhelted, de hát mondjuk x év nem sportolás után az legalább annyit árt, mint amennyit egyébként használhat. És miért nem akkor kezdett el zsibbadni? Tehát miért nem akkor szól a szervezet, mikor így az első egy métert lefutott, hogy állj meg. Mert nem hiszem, hogy a futástól zsibbadna. Mert leesett az áll a szervezetnek. Mi van? Mozgunk, futunk. Főnök, mi futunk? Megőrültünk. Gerincedre mit mondtak? Minden, aki nem sugárzik oda ki valami? Nincsen semmi. Igen. Mint az állat. Fáj. Nem. Most már ez is baj? Nem, az jó. Nem, nincsen semmi gond. Azt mondom neki, nem fekszel. Nem. Majd fog. Figyelj, anyám is jár súlyfürdőbe, ha összefutsz vele, akkor üdvözlöm. Be, átadom a mamának, kicsit eldöncsizunk. Kicsit megbeszélitek, mi az aktuális helyzet. Nem is tudom, mi a kereszt neve az anyukának. Julianna. Julianna.
Csókolom. Neked csak Juli. Juli? Szia Julikám, súlyfürdő, szia Ferikém, lábújfürdő, az, és akkor becsoszoktok oda, mentek. Pár hónap múlva megy majd a dáma, sakk, snóbli, gó. Persze. Én járok néha Szecskába, mert nagyon szeretem, szívesen adok sakktippeket, ha oda megyek, és ott sakkozol két idős ember, oda meg Ferikém F2 G4-re, tedd oda, tedd hidd, de aztán megyek újra meg szaurázni. Meg is van a karácsony ajándék a Ferinek. Egy bérlet a Szecskában. Egy lebegő tábla. Az van ott. Egy lebegő sakktábla. Na jól van, hírezzük egy picit, jó, Ákos elmondja a legfrissebb híreket. Addig aztán... Feri kimegy köhögni. Feri kimegy köhögni. Addig nem kisántikál köhögni. Kisántikálok köhögni, ez jó. Igen, mi pedig meghallgatjuk a legfrissebb híreket, ha valaki szeretne velünk játszani, akkor nyugodtan jelentkezzen játékra, jó? És igen, hogy állunk a játékkal? Rosszul, mindegy. Majd valami lesz. 2-1. 2-1 oda. 2-1. Jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók, Feri. Hello. Kripli. Jaj, gyerekek, gyerekek. Eldőlt a botod. Köszönöm, Janikám. Támasz le nyugodtan. Na, 8-10 pontosan 7 óra, ahogy mondtam, mindjárt közlekedünk egy picit, de előtte játszunk, jó? Megnézzük, hogy ki a hét utolsó előtti játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Aranyom, halló! Jó reggelt! Sziasztok, fiúk, jó reggelt! Pálinkás, jó reggelt! Pálinkás, jó reggelt, Eszti! Honnan hitt minket, hello! Borsod megye Kuritján. Kuritján, azt a minden segít neki. Ott tudtok örülni. Hogy örül? Kuritján, milyen jól hangzik. Mit csinálsz, Eszter? Jelenleg munkanélküli vagyok. Ó, szegénykém. De szépkolunk. Hát, ha sikerül, mit csinálnál? Hát, ugye a szakmám az nemzetközi szállítmányozás és logisztikai szakügyintéző. Hát, amin. Itt helyezkednék el. Csak az a baj, hogy mindenhol minimum 3 év, 5 év szakmai tapasztalatot igényelnek, és ilyen 22-es csapdájában vagyok, hogy ahhoz, hogy munkám legyen, tapasztalatot kellene szereznem, de tapasztalatot csak munkával tudnék. Igen, ez ismerős, igen, ez a nagy klasszikus, igen. 5 év tapasztalat, és akkor kezded, hát hogy? Tehát valahogy azt, valamikor azt el kell kezdeni, igen. Igen, most júliusban végeztem, aztán nem tudok sehogy se. Uh-huh. De tegyenek próbára. Ez az. Próbálják ki. Biztos, hogy ügyes vagy. Esztikém, kivel szeretné játszani? Janival szeretnék játszani. Velem. Janival szeretné játszani. Jó. Ez jó. Most nem próbálkoznék, hát most egy kicsit épülgesen, úgy fölfelé, meg... Igen, épülgetek a szemétdombon állok, talán kimásztam a pontosegödörbe. Igen, ezt igen, rendes vagy. A Ferinek meg most kisebb gondja is nagyobb ennél sajnos, hát ugye tudod. Nem, hogy érzem zsibbad. Kezdjük, jó? Mehetünk, Eszti, felkészültél? Mehetünk. Na, akkor 3-2-1, és tessék. Na, régóta szeretném már velem játszani? Hát eléggé. Akkor kérdéseid is vannak. Persze, hogy vannak. Na, kérdezz nyugodtan. Parancsolj. Ugye nézed a Walking Dead-et? Persze. Nagyon szeretem a sorozatot. Te szoktad? Én is szoktam. Szereted a zombi sorozatokat? Persze, zombis filmeket. Mindenhol meg. Mikor kezdted el? Melyik évadnál szálltál be? Hanyadiknál? Már az első óta nézed? Úgy, az első óta kezdtem el. Mondtad, hogy neked van kedvenc karaktered, még az első évadból az Andrea. Persze. Megkérdeztetem, hogy miért? Jó csaj. Szeretem a kemény csajokat. Te kemény csaj vagy? Hát azt szokták mondani, hogy úgy van. De hát ez sok mindentől szokottám figyelni. Hát, mit csináljuk? Ez a kemények a hallgatók. Hát ez egy jó játék volt. Egyébként ügyesek voltatok. Adok, kapok, kérdez, visszakérdez. Nagyon, nagyon jó volt. Esztiké, megvan az ajándékcsomag. Gratulálunk! Ez az, na így kell örülni. Milyen kis visszafogott csikítás, de jó az. Ügyes voltál, tényleg. Jó vagy. De jó. Jó voltál.
Hú, na jó, most akkor kezdtek egy kicsit legyomodni. Mióta szeretted volna ezt az ajándékcsomagot? Hú, hát legyek őszinte, legalább gimnázium óta hallgatlak titeket. Oh, az meg legalább 3-4 év. Úgyhogy azóta. Mindenit. Hát most egyébként azért jelentkeztem, ma van a születésnapom, 23 éves lettem, úgyhogy... Na, én akkor mindig azt várja mindenki, hogy mondjuk azt, hogy boldog születésnapot, ezért nem mondjuk soha. Nem, igen, boldog az olyan közhelyes lenne. Az olyan közhelyes lenne, és olyan egyértelmű, ráadásul elvesztettük miattad a hetet, úgyhogy ez csak egy ilyen fél szülinap. Fél boldog szülinapot, mert buktuk a hetet, most írja Anna. Köszönjük, Eszti, nagyon rendes igen, vagy. Igen. Esztikém, köszi a játékot, ügyes vagy, küldjük az erdik csomagot. Ciao. Hello. Igen, 3-1. Igen. 3-1. Hát... Ő egész nap sikítozni fog, gyerekek, az egész biztos. Nem? Neki jó, már jó. Jó is az, de figyelj, srácok, én megpróbáltam offenzív lenni, én mentem előre, én támadtam. Nem, ez most nem rajtad ment el. Ez abszolút nem rajtad ment el. Jó volt, de igen. Jó játékos volt. Jó van, jönnek újra a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 3 perc van pontosan 7 óra, várunk friss közlekedési híreket, mi pedig, ahogy mondtam, itt vagyunk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 11 perccel, szép reggelt. Kívánunk mindenkinek jó reggelt. Drága, kedves Morning Show hallgatók. Hello Feri, hello Jani. Hello. Jó reggelt. Illetve pontosabban hello Jani, hello Papper, Nyugger, Kripli. Hello Jani, hello Papi. Rocky. Léci legyen, úgyhogy hello Jani, hello Papi. Hello Jani, hello Papi. Igen. Ez lesz majd. Hát küldik a hallgatók, küldik, hogy hova menjél ilyen. Mi ennek a neve pontosan? Vízalatti ultrahang. Vízalatti ultrahang. Már van vonalam. Mindenhová. Figyelj, ez a jó. Néha kicsit lehetünk öncélúak. Ha segítség kell, ha tudjuk használni a hallgatóinkat, 600 címet elküldtek neked, hogy hova kell menned. Úgyhogy jók vagyunk. Annyira, de annyira biztos vagyok benne, hogy a legprimitívebb point is el fogják nyomni, majd ezzel kapcsolni, amikor majd találkozom bent, kedves hallgatókkal a medencével. Fia, Feri, itt jön az ultrahang, hallod? Figyelj! A víz, hallod víz alatt? Na, dugd le a fejed a víz alatt, akkor hallod. Mindenképpen hallod, akkor hallani fogod. Hát igen. Nincs gond. Nem lesz most, gond. Most még. Igen. Én imádom, hogy minden hallgató, illetve nagyon sok hallgató elküldte ezt a ha 40 felett nem fáj semmi, de akkor már halott vagy. Utána valaki elküldte ugyanezt 50-nel, 60-nal. Én hát, úgy ismerem egyébként, hogy 90 felett. Ki miben érdekel? Igen, én ebben hiszek. Gyerekek, én is érzem. Én még nem vagyok 40, én tegnap sportoltam egy órát, sokszor sportolok, de tegnap az squash volt, az elég intenzív, én nem tudok járni. Nem tudok ülni. Olyan nem, vagyok, majd jöhetsz mint... az UH kezelésre, te is. Konkrétan, tehát, hogy így mind a átment rajta volna egy úthenger. Hát ez itt fáj már, elődöntő, ott fáj. Negyed döntő, mi volt? Semmi, egy óra, óra. Mitől lépsz vissza? Ma. Ma pihenőnap van, holnap 11-kor van egy meccs, de ma pihenőnapot tartok. Érzem én is ezt. Nem úgy, nem vagyunk már 20 évesek gyerekek, ez ilyen. Kicsit már egy fáj reggel, kicsit elalszott, kicsit ilyen, nem? Hát ott hozzánk öregedett. Gyerekek, ez sajnos, pedig én aztán elég sokat sportolok, tényleg, olyan. És olyan fájdalmaim vannak, hogy megőrülök. Az egésznek a titka a jó edzőtárs kiválasztása. A jó edzőtárs jó alatt volt. Azt érzem, illetve azt értem, hogy legyen egy picit rosszabb állapotban nálad. És ez nagyon fontos, mert ez nagyon inspirál. Én például... Így van. Én például így választottam a mászótársamat. Hogy rosszabb nálad? Így van. Mindig vigasztalom, Lacit, mindig vigasztalom. Remélem most hallja. És inspirálni fogja a jövőben is ez a dolog. Én mindig, tényleg. Tehát, hogyha ő egy kicsit szenved, én kicsit kevésbé szenvedek. Hogyha ő egy kicsit fáradt, akkor én nagyon fitnek adom elő magam. Tehát mindig... Ja, hogy te még teszel is rá egy lapáttal, óriási. Persze, úgy adom elő, érted, nyilván én is ugyanolyan rohadtul fáradt vagyok, mint ő, ugyanúgy eldurran az alkarom, ugyanúgy égnek az ujjaim, ugyanúgy már nem szívesen vállalom be az utolsó utat, de azért csak bevállalom, ha ő nem vállalja be. Laci, innen üzenem, hogy mindent vállalj be, aztán nem csinálod majd meg, de akkor a Jani érzi rosszul magát. Így van. Ez egy kis laza presztízs harc, nem? Mert muszáj folyamatosan. Hát ez kell. Mikorunkban, érted? Már nem a fiatalokkal versenyzünk. A fiatalok azok úgy másznak el mellettünk, mint a szél, érted? Nem is érdemes, nem is szabad őket figyelni, mert annyira frusztráló, hogy ez hihetetlen. Én megígérem neked, oda sem megyek, nem na, úgy figyeljem őket. Na. De annyira klasszik tényleg ez az élethelyzet, nem? Már egy kicsit, itt kicsit ott keresgéled az orvost, keresgéled a megoldást. Telefon. Van egy jó ilyen számod? Van egy jó olyan számod? Igen. Tudod? 20 évesen ilyen beszélgetést hallottál a buszon, hangosan röhögtél. Melyik tehát, aki kocsmába most, megyünk? Aki most minket hallgat 20-25 évesen, az azt mondja, hogy Jézusom, ez szörnyű, nem akarok megöregedni az ilyen. Aztán te is belépsz abba a korba, és akkor azt gondolod, hogy Jézusom, ez nem szörnyű, ez a valóság.
Ugye? És aztán röhögsz az 50-eseken, 38-40 évesen. Amikor 50-es teszel, akkor igaz, na nézd, az öreg 60, tudod, de magadat már nem érzed kicsit kellemetlenek, hogy itt fáj, ott fáj, lesétálsz a pályáról, mondjuk foci közben. Tehát mindig az ember ezt itt kitolja. De hát itt ilyen beszélgetés 10 éve, mert hangosan rögtem volna. Van egy ilyen ultrahangos számot, hát figyel, van egy jó fogdok itt, meg egy prostata masszőröd, akkor persze. Jó van, adjál már, cseréljünk már doki számot. Új, de jó, csereszabatos lesz. Adok egy jó belgyógyászt, egy jó urológusért, tudod. Szóval, hogy így. Én is azt az SMS-t kerestem, aki azt írja, hogy nekem is ilyen van, de mind a két lábam. Mert akkor érted, már én bejebb vagyok, nekem csak egy. Ha? Ennyi. Te vagy a nyerő. Ha valaki kétlábos ultrahangra megy. Ja, akkor ezt a félszemű szokták mondani. Na nézzük a közlekedési éreket. Budakeszi út szinte állépésbe lehet haladni. István küldte nekünk. M6-os 55-ös kilométer Budapest felé baleset. Az egyik autó belóg a haladó sávba, a helyszínen is most kezdődik, ezt OP küldte nekünk. Aztán 71-es út Almádi és a Litéri elágazó között teljes útzár van, úgyhogy ott kerüljön mindenki. Ez egészen pontosan Balaton, Almádi és Fűzfő között mellékutakra terelnek. Galaxis Gabi is elküldte nekünk. Gabi, köszönjük szépen. És azt nézem, hogy mi van. Még 4-es számú út Debrecen irányába, köt, csúszós út, hó nincs, ezt Regi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt nézem, hogy van-e még valami. Na, van egy játékunk is, ugye? Várunk különböző e-maileket, az eljegyzés@klasszfm.hu-ra. Hát azért játéknak ne nevezzük, ez annál komolyabb dolog. Hát ez nagyon komoly lesz. Az emlékez az eljegyzésedre, milyen komoly volt, mikor Viki megkérte a kezed, hát azért az mégiscsak... Mi van? Konkrétan nem emlékszem, hogy történt a dolog. Nem már. Én nem emlékszem az eljegyzésünkre. Nem jutott eszembe, csak nem merem megkérdezni. Nem tudom, hogy volt-e ez a klasszikus... Hát de csak készültél rá, csak vettél gyűrűt, vagy közös választás volt. Te készültél? Hát, semmi? Volt csak úgy ébredtél reggel, hogy te Viki, mi ez az ujjamon? Meggyűrűztél? Hogy Viki jött az esküvőnek az időpontjával. És mondta, hogy... Az ülésrendel... Ne csinálj programot. Ne csinálj programot június 27-ére. Én azt tudom, hogy akkor volt, igen. Mert akkor hozzám jössz. Igen. És hogy letérdeltem, tudod, ott az oltári, a talpamon ott volt, hogy help me. Láttuk régen azt a fotót. Szóval, hogy van egy ilyen, hát nem is tudom, akkor egy nem is játék, pontosabban egy véresen komoly dolog, ahol három gyémánygyűrű kíséretében három hallgatónk élő adásban megkérheti majd párja kezét. Ez olyannyira akut, hogy jövő hétfőn már halljuk az elsőt. Aztán kett szerda, és e-maileket várunk olyanoktól, akiknek ez mindez idáig nem ment. Nem volt elég bátorság, visszautasították őket, többször megpróbálták, de nemet mondtak, nem volt pénzük gyűrűre, nem volt meg a megfelelő alkalom, kicsit félnek, és emiatt szükség van segítségre, vagy csak egyszerűen rádión keresztül szeretnék még romantikusabbá tenni a dolgot, és azt mondják, hogy igen, Baliék által ez egy jó dolog lehet, úgyhogy írok nekik egy e-mailt, jó? eljegyzés@klasszfm.hu. Ennyi. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű a dolog, ide kell nekünk e-mailt írni, három embert választunk, hát már több ezer jó gyerekek, több ezer e-mailnél tartunk, tehát nehéz lesz választani. Az jó hír, mert akar házasodni a magyar. Na? Nagyon, igen, az jó, nagyon fontos, hogy írjátok le, hogy miért, hogy mióta, hogy milyen körülmények között mondott esetleg nemet, hogy készültetek-e már rá, hogy mi a motiváció, mióta vagytok együtt, csak az, hogy Józsi vagyok, szeretném Ilona kezét, meg Józsit mondtam. Igen, szeretem a Józsikat. Annyi baj legyen. Benyámin vagyok, szeretném Ariel kezét megkérni. Ariel. Ó. Lájnév? Kis ableáj. Benyámin vagyok, Ariel nevét szeretném, kezét szeretném megkérni, hívjatok. Tehát ne, legyen egy sztori mögötte. Jó, hogy tudjuk, hogy miről szól az adott életszakasz, az adott történet. Ez nagyon fontos nekünk. Rajtunk tényleg nem múlik három brilliáns csiszolású gyémántat, felékszerezett, feldíszített, felcsicsázott, feldiszkozott gyűrűt fog nektek adni. De most akkor ez brill vagy gyémánt? Ez brill csiszolású gyémánt. Brill csiszolású gyémánt van benne, sárga arany, fehér arany, vörös arany, egy csomó minden van benne. A gyémánt is, arany is. A gyémántban is van arany. Így van, ami ebben nincsen, az trombita rész. Az így van, az nem érdekes. Az Ariel itthon fiú név, úgyhogy ebbe jól beletraffáltam. Tényleg? Igen, Józsi vagyok, és szeretném Ariel nevét megkérni. Ez se kizárók egyébként. Egyébként bennünket ez nem zavar. Nem, egyáltalán nem zavar minket. Két férfi. Egyeset. Így van, egyese. Ha két férfiről és egyesetről van, az se zavar minket, de ha két nőről és egyesetről, az se. A szerelem nem ismer határokat. Nem, hogy azt mondta, hogy sötét veremmel. Igen, hazamegyek. Mindent legyőz. Az első egy hét, ez csodálatos. Az első egy hét, ez kiváló, igen. Haj! Az nekem nem sok van, úgyhogy felét kérlek. Nekem még, igen. Viszont nem akarod, zsibbad a lábam. Nem akarod abba adni a dohányzást? Most ez hogy jön ide? A zsibbadó lábad miatt. De semmi köze hozzá, megnézettem. Ja, mert a száddal szívod, nem a lábaddal. Hát persze. Ha azt meg tudom csinálni egyébként, hogy a lábujjamban van a
spangli, és úgy odaemelem a számhoz, azért akkor az nagy kezit csókolom mindenkitől. Most elkezdem gyakorolni. Tud, most figyelj, azért megnézem. Merem elővenni, mert most 2 éve nem csesztettelek. Tehát régen tényleg rá szálltam. Hát egy. Egy, másfél. De most a másfél év után azért megemlíthetem. Megnyugodtam. Tedd le! Hagyd abba! Aha. Hogy tökéletes ember legyek? Dehogy is! Ja, úgy sem leszek mi, hanem... Hát azért, mert mérgezed magad. Nem jó. Addikció, függőség, egy vegyszercit, hagyd abba. Aha. Tűzünk ki egy dátumot, és nézzük meg, meddig bírod megint. Fussunk ennek neki. Hogy most abba hagyom, és... Végleg! Akkor... Aha. Abba hagyod. Hát most abba tudom hagyni 8-ig. Az elég? Egy 40 perc. Na hát... Az a baj, annyira, tényleg annyira döbbenetesen függő vagy, de valahogy téged le kéne erről. Szerintem egyszerűen kicserélődnek az érpályáid. De és a szíved, és a keringésed, és a bőröd színe. Figyelj, minden. Én nem vagyok dohányzás ellenes. Elmondom, hogy miért. Szerintem mindenki úgy mérgezi magát, ahogy akarja. Nyilván ez mindenkinek a saját joga. Sőt, ha én erről beszélek, akkor tudom, hogy mindenkire kicsit a tyúk szemére lépek, aki dohányzok. Mert ezt egy dohányzós nem szereti hallani. Nem. Hogy egy másik, akit eljött, szokjál, mert akkor kicsit az ő lelkiismeret is megszólal, és ez a menj már fenébe, Balázs, hogy tudod. Tehát mert a komoly függők ezt támadásnak veszik. Igen, mert azt érezzük, hogy A, mi között hozzá, B, meg hogy egy ilyen alá, amit egyébként tudunk, hogy egy alávaló szemétről az emberek vagyunk, hogy megmérgezzük magunkat és elvesszük magunkat a társadalomtól és a családtól és mindentől, de ez nem így működik, az a baj, tudod? Tehát, hogy neked könnyű, aki nem vagy függő, egyedül zapfüggő vagy, de az meg nem okoz olyan függőséget, hogy ez könnyű mondani ezt a hagydabbát, és akkor most jöhetnek az SMS-ek, hogy mi már leszoktam, csak elhatározás kérdése. Hát ha most nem tetszik, hogy hagyd abba, akkor lehet hagyd Roxette, vagy aha, hagy, nem tudom, hagyd Boniem, nem akkor kell mindenképpen hagyd abba. Igen, jó, hagyd Boniem. Amit akarsz. Amit akarsz, hagyd Roxette. Már ilyen eurodiszkot választ. Legyen a leszokásod projektjének a neve, hagyd Roxette. Jó, tehát hagyjuk a hagyd abba, mert mindenki mondja, hagyd Roxette. Hagyd Roxette, hagyd Roxette. Tehát, hogy értem, én könnyű ezt mondani, csinálni, nem, nyilván gyenge jellem vagyok, ebből kifolyólag nem tudom azt mondani. Meg, én látom azok... Ne figyeljenek, én szeretek. Na. Igen, nem, bár minden nemű ilyen dolgot nagyon elítélünk, és ez szörnyű, és igen, és fúj, és igen. Én, igen. És tudom, ha érted, a legszörnyűbb benne az, hogy én tudom, hogy ez mit csinál a szervezettel, tehát nem vagyok hülye. Engem ennek a lélektana érdekel. Ennyi. Tehát, hogy egyrészt, hogy az ember tudja, hogy függő, és tudja, hogy mérgezi magát, ez még nem akkora baj, de hogy mit ad, amikor te ezt le tudnád győzni önmagadnak, és le tudnád tenni, szerintem egyszerűen kinyílna a világ. Tényleg. Tehát itt nem arról szól a dolog, hogy te most rossz ember vagy, hanem arról szól, hogy mennyivel jobb lennél, vagy jobb lehetnél, ha megpróbálnád ezt a dolgot letenni, és mondjuk legyőznéd ezt a nagyon-nagyon káros szenvedélyedet. Ilyen amiről... szépen fordított, látod? Szépen. Érted? Tehát igen, én nem azt akarom kihangsúlyozni, hogy aki dohányzik, az rossz, mert van, aki húst teszik, én autóval járok, tehát dohányzol, van, aki sajnos kábítószerezik. Tehát nem rossz ember az, aki valamilyen addikciója van. Aha. Tehát a szerencsejáték, vagy az ital, vagy a dohányzás egyik se jobb vagy rosszabb, mindegyik egyfajta függőség. Ami mennyivel lennél jobb? És mennyit tenne hozzá az önképethez, ha mennyit? Le tudnád tenni? A saját, nagyon szerintem nagyon durva lenne. Felé, hogy az a lényeg az egésznek, hogy tényleg a saját jól felfogott érdekedből kell kiindulnod, de ez ugyanolyan, mint amikor felhív az anyósod. A cigi is ugyanez. Jobb, ha leteszed. Ezt a párhuzamot jobban, nem akar, figyelj, bocs, jobban jársz, ha leteszed. Elmondom, mi van. Nem, nincsenek észérvek benne, János. Még egyszer mondom, tudom, hogy mit okoz a dohányzás. Igen. És tudom, hogy nagyon rossz dolog. Tehát a szervezetet minden tönkre teszi, de nem így működik. Tehát a dohányos ember tisztában van azzal, hogy mit csinál, és hogy mi lesz a szervezetével. Hát már aki nem is biztos, hogy az vagy, hogy én egy picit komolyra fordítva a szót, én ismertem ilyen típusú embert, mint amilyen te vagy, és nagyon jó volt, nagyon tehát nagyon jó ember volt, nagyon intelligens ember volt. Akkor nem olyan. Miért nem ez a feltűnő múltidő? Ezért. És amiatt? A dohányzás miatt? És nem volt hajlandó bizonyos szokásaitól megszabadulni. Aha. Pedig nagyon intelligens, nagyon értelmes, gyakorlatilag a legokosabb emberek közé tartozott, akikkel valahogy, és mégis valahogy egyszerűen képtelen volt. Igen, de ha nem jó a változtatni. Igazán, hogy fordítsuk komolyra, ha nem jó a hagyd Roxette, akkor lehet hagyd Edda. Hagyd Edda. Elmondom, mi van. Ha zsibbad az ember lába, akkor adjad már, nincs köze hozzá. Akkor ez neked a kicsi szervezeted, a kicsi idézőjeles. Aha, a nagy szervezet, gyönyörű, szép, már nincs ennyi, igen. Szólt, hogy kis gazdám. Figyelj rám. Figyelj rám, adok egy jelet. Te ott fent. Te ott fent. Te ott fent, nagyon messze. Adok egy jelet. Aztán a szervezet ad még egy jelet. Aha. Aztán ad majd még egy jelet, és utána elkezd nem sok jelet adni. De nem olyan, mint amikor elüt a hatósülön, hogy hirtelen nem ad több életjelet. Ennek megvannak a fokozatai.
De az a tény, minden nap zavar... hozni fogok neked valamilyen képet, ami téged elriaszt. Tehát mutassam a cigarettás dobozt, hogy hogy néznek. Nem, az kimutatták, hogy ez semmit nem ér. A hülyeség. Szerintem a hülyeség. Hozok egy képet egy dohányos tüdőről, meg hozok egy képet egy nem dohányzó tüdőről. Nagyon. Vannak ilyen összeállítások. Tudom. Azt se segítenek? Ismerem őket, láttam. Van ez, hogy megszúrnak a egy kerék... Ne hozzá, hanem hozzá egy dohányos tüdőt, meg egy egészséges tüdőt. Egy frissen kivettet. Tessék, srácok. Egy haverom patológiáról szerezte fel, nézd meg a különbség. Van valami, hogy kicsütik a gerincedben egy pontot, egy ilyenre meghívlak. Nem mész el egy az ilyenre? Az én gerincemet ne sütögesse ki senki. Valami... semmi köze egyébként a dohányzáshoz, de nagyon kellemetlen erre meghívni. Annyi, hogy három hónapig nem fogsz tudni elni, semmi köze a dohányzáshoz, egy ilyenre a vendégem vagy. Nem, van valamilyen akupresszúrás, akupunktúrás pontot, megnyomnak, ott kicsit ingerlik, és akkor elmúlik a vágyal. Tehát, hogy egyszerűen az agyadat leszedik arról, hogy te dohányozzál, ezt is hallottam, sőt, mint van egy olyan, ahol valamilyen kis ilyen kis, mi ez, áramos, vagy ilyen kis, mit juttatnak be a szervezetedbe? Tudod, hátul megcsapatják a kis velődet, vagy mindet. Egy ne, kis... az én gerincemet nem fogod megcsapatni. Egyébként meg... Elektrosokkot adnak neked, és egyszer ránézel a cigire, és undorod lesz. Uh-huh. Van olyan, ahol egy napos terápia után egyszer leteszed, képzeld el, csak szóbeli terápia. Mondom neked, hogy csak három... Csak vigyázni kell, hogy hova megy. Három ilyenem voltam, ahogy kijöttem, akkor... Az egyiknél diszketni kezdett a szemed, a másiknál felállítod az összes szőre, a harmadiknál pedig 48-án keresztül állta. Volt ilyen rézlapra tedd a kezed, és elektrosokkal kihúzzuk belőled a ízét, a dohányzási, és ahogy levetted a kezed, ott a nikotin, nézd meg a kezed nyomását. Kicsi volt a dózis. Nálad nem egy pici kis, egy ilyen kis néhány voltos elektrosok kell. 380 alatt. Egy horgoló tűvel kell. Nem. Ipari áramon! Meg kell találni ennek a pótcselekvésnek az okát. Aha. Meg kell találni, hogy mi a lelki oka annak, hogy ilyen szinten, nyilván van egy fajta fizikai függőség, ez a vegyszerek hatása, ami a dohányban benne van. Uh-huh. Tehát ezt tudjuk azért ugye, hogy itt nem csak dohány van, ezt vegyszerezik, ez kialakul egyfajta testi függőség, elvonási tünetek. Tehát rabja vagy valami olyannak, amivel egyébként benneteket, dohányosokat kicsit megvezetnek. Sokszor azt mondják, hogy a mozdulat az az, ami hiányzik. Hiszen vegyszereznek benneteket, tehát itt nem csak egyszerű dohányról van szó, ez már sok dokumentumfilmben, sok cikkben benne van, tehát ez tény. El is vesztettek néhány, tehát sok dohányipari koncern, meg dohánygyárak vesztettek már pereket, mert ezt Amerikában bebizonyították, de ezzel nem csinálnak semmit. Tehát meg kell találni, hogy mi ez a pótcselekvés. Tehát, mi az oka? Tehát, hogy nincs valami meg az életemben, és azért gyújtok rá? Nem, itt se úgy mondanám, nincs valami meg, hogy mi adna többet a helyet, vagy mi motiválna, hogy erre már ne gyújtsál rá. Tehát valamit bevonzani, behozni, ami helyett már azt mondta, hogy dohányzás nem, hiszen már itt van ez. Mi váltaná ki ezt a mozdulatot például, hogy a szádhoz? Az ivás. Egy rút kolbász, jó? Igen, egy cserkész kolbász, tényleg. Lenne egy doboz nálad, és kis vékony cserkész kolbászok lennének hogy benne, mindig kimenni az Annával, elkávézgatnál, elszegednél itt, valami. De még az is jobb. Ezt az elektromosat nem próbáltad, aminek van füstje, azt jelenti, a dohányosok 60%-ának a füst okozza a kielégülést, hogy kifújod, füst van, igen, az ad egy ilyen körítést, a mozdulat, tehát maga az addikció és a függőség is benne van, mint testi függőség, meg fizikai függőség. De az most nem tilos? Náluk van a család, hát nem. Micsoda? Azaz betiltották ezeket az elektromos szél. Volt egy időszak. Volt van korlátozás, persze, de hogy nem mindegyik. Valakinek lerobbant a fél arca. Nem mindegyik. Hát, de hát felrobbant ez a cigi. Vannak konkrétan olyan boltok, amik ezzel foglalatoskodnak, tehát ahol lehet vásárolni teljesen legálisan, nincsen ezzel. Veszek ilyet neked. De az olyan, az mint a guminő, meg az alkoholmentes. Az nagyon olyan. Hát, az nagyon az olyan. Fél náluk van a családban, aki guminő. Ezzel él, igen, és visszaterelve az eredeti mederbe. Igen, 8 után már mindenre jók vagyunk, még korán van, még hallgatnak gyerekek, igen. És az elektromos cigi nagyon működik. Figyelj, legalábbis náluk. Nem ugyanaz. Szereti. Tehát apám mikor lerakta, akkor azt mondta, hogy nem hitte el, úgy ment fel a negyedikre, hogy nem lihegett. És azt mondta, hogy valami elképesztő volt. Aztán lerakta anyám is. Tessék! Van lift! Hát nem fejezte be Balázs a történetet, ő is lifttel ment fel. Azért nem lihegett. Olvastam egyszer egy nagyon érdekes cikket, hogy mi történik egy olyan dohányossal, aki leteszi a cigarettát, és percekre volt lebontva. Figyelj, megdöbbentő. 4 perc múlva az erek elkezdenek kitágulni. Most túlzok, csak 8 perc múlva meg akarod 8... ölni a környezetedben élőket. 8 perc múlva, ha letetted az utolsó cigarettát, vagy 10-szer, vagy 1 óra múlva, a szív ennyivel és ennyivel több vért kezd el pumpálni. 24 óra múlva a körmök elkezdenek, és a haj és a bőrből elkezd eltávozni a nikotin. Igen, és én egy hónapra le volt vezetve, hogy mi történik akkor, amikor nem kap nikotint, és nincs cigaretta. Fia, megdöbbentő volt. 3 nap múlva elkezd a haj, a bőr hullani. Kitisztul. Nehogy is, nem, a fogak. 4 nap múlva már akármennyire is jól
öltözött vagy guberászos sínek között csikkek. Hat nap múlva csivítva állsz egy fánál és vakarod, hogy valaki hagyja. Sírva markolod a lábát néhány dohányosnak egy főtéren fényes nappal. Öt nap múlva a tüdő felülete elkezd, mit tudom, 30%-kal több oxigént felvenni. Tehát nagyon érdekes, szikor, megdöbbentő egyébként, hogy a szervezet, akár csak a természet, elkezdi brutálisan gyorsan rendbehozni a seregeit, és rendbehozni saját magát. Tedd már le, nincs baj a szervezetemnek. Tehát, hogy nem hagyjál már, most mész ilyen kripli fűdőre, zsibbad a lábujjad, érted? Zsibbad a lábujjad, hát mikor, ha nem most? De nem, most voltam tüdőszűrőn, mondja milyen? Ilyen. Érted? Semmi baj. Azért, mert valami aranka ránézett ott egy ilyen foltra, és azt mondta, hogy rendben nem van. Folt az a tüdőm, tudod? Tehát, nem a tüdőmön egy folt, hanem a tüdőm maga egy gyönyör. Ez most adhat egy lelki pluszt. A zsibbadó lábú. Most mondhatod azt, hogy basszus, most kell odafigyelni. A zsibbadó lábúj akár lehet érszűkület is. De nem az, hiszen megnézettem. Hát mivel néztem? Nem szűkül kézzel. Aha. Megnézték az érszűkület. Persze, rátette az ujját, és mondta, hogy jó, nem szűk az ér, hanem... Úristen, mi? Kiné voltál Lajos Sámánnál? Vagy kiné volt a két? A Visegrádi gyógyítónál. Kézzel rátette, ugye nem Budapest TV-n gyógyítottad. De Gyurcsó Kun zsibbad a lábad, Ferenc. Nem zsibbad. Jó, akkor nem zsibbad. És így jött, érezte, hogy megy a vér. Azt mondja, pont jól megy a vér. Uh-huh. Nincs magák, nincs érszük. Akkor figyelj, akkor nyugtass meg, nem volt drága. Ennél azért menj el egy-két komolyabb. Jó van. Figyelj, akkor nincs más hátra, mint hogy egy gumikalapáccsal szinkronba kell hozni a dolgot. A másiknak is zsibbadnia kell. Aha, és onnantól kezdve nem zavar. Nagyon jó. Figyelj, a legnagyobb közhely, de ha nincs más, akkor ott a gyerek. Nem egy, kettő. Én például azért... Ráhagyjál mindent. Már az megvan, megírtam a papírt. Te például azért... Én azért elkezdtem motorozni, elmentem motoros jogsír, és a felénél abbahagytam, mert megnéztem két ilyen balesetét, és azt mondtam, hogy nekem mindegy. De amit te okoztál? Ne, hülye, de... Megnéztem két ilyen balesetet magam mögött. Elmentem motoros jogsíra, elkezdtem, erről meséltem egyébként. És mondtam, hogy kicsit ilyen nyuggeres, 40-es ilyen divat motoros lennék, de hogy a jövő tavasszal akarok motorozni. Ha most itt megvetted, azt viszont fél áron átveszem. Nem vettem, én sokkal racionálisabb vagyok. És aztán rájöttem basszus, hogy tudod, ez már nem csak rólad szól. És szerintem kicsit ilyen a cigi is. Uh-huh. Hogyha más nem, akkor azt mondta, hogy figyelj, miattatok, megpróbálom. Legalább megpróbálom egyszer. Olyan szépen beszél. Bátor cselekedet lenne, szoktassuk már le valahogy. Igen. Bátor cselekedet. Ott hány dohányos bosszantok most? Most a dohányosok 80%-a engem meg akar ölni. Igen, kivéve engem. De hát. Te is csak szépen visszafogod magad, igen. Nem, én miért akarnálok megölni? Ez a te kis ízit, gumicsontod, rágogassad, én meg jól el vagyok így. De valami egyéb kéne, nem tudom, hogy mi kéne magamnak se. Tehát az a baj, hogy bennem nincs meg az igény arra, hogy ezt elhagyjam, tudod? Mert azt mondják, hogy az összes ilyen kezelés, amit te emlegettél, a gerinc izé, a kézen, a terápia, az csak egy esetben fog használni, ha te magad kimondod azt, hogy le akarok szokni. Ez így van, ez ugyanolyan, mint az alkoholizmus. Ha magadnak nem ismered be, és nem mondod azt, hogy igen, beteg vagyok, addig mindig kifogásokat fogsz találni, hogy miért nem ennyire el valahova. Ezen már túl vagyok, ne is mondd. Feri, mondd ki, alkoholista vagyok. Mondd utánam. Ez ugyanaz. Tehát a betegségtudatnak először, nyilván betegség vagy nem, ez ugye függő, vagy megközelítés kérdése, de valóban neked kell beismerni, és azt kell mondani, hogy igen, akarom. Amíg ez nincs, addig bárki agitálhat, mert ha az benned nincs meg, akkor én ma bármit mondhatok, de mondhat a feleség, gyerek sem, akkor nincs elhatározás. Meg nem is lehetne egyébként az, hogy a Ferit nem lehetne kezelni normálisan ezeken a helyeken, mert érted, nem tud elmenni egyetlen anonim alkoholista klubba sem, mindenhol ismerik, érted? Ki kellene mennie, mindenki tudja róla, érted? Sziasztok! Szia, Feri! Hello! Fölállsz, tudod, hogy mindenki úgy kezdik, hogy sziasztok, Zoli vagyok, alkoholista. Sziasztok, fej, tudjuk, hello, tudjuk. Nagy voltál reggel a Morning Show-ban. Hagyjuk a bemutatkozást. Jaj, legnagyobb. Szóval, nem próbálom, mert most ugye, tudod, jön az új év. Jön a karácsony, a halál nagy közhely, de hogy mit tudom én, azt mondod, a gyerekek január 5-től nem. Fogadj meg valamit. Megpróbálod, azt itt beszélünk róla, oldjuk a stresszt, ütöd a falat, segítünk neked, ha ingerült vagy. Lekötözünk. Első két hét után túl az vagy. Az megvan, hogy a Balázs segít, hogy én ingerült vagyok. Tehát így fő, hogy Balázs ingerült vagyok most. Bocs, Feri, dohányzom, hogy kinek. Arra úgy felé éppen cigarettázok, de a barátok a legkettet nem tudod. Ne stoppold a Joe-dat körbe, tudod. És éppen dohányoznék. Mondjuk, Nem dohányzom, takarékos lennék, mint a Jani, akkor tök jó lenne, mert egy indok van, azt mondja, hogy karácsonyi ajándék a családnak. Mennyit szoktam? Megvan egy napi doboz? Persze. Megvan? Egy. Ez 30 000 forint havonta.
Annyi? Ez mint egy hát 1000 forint. Olyan hát 1000 forint egy doboz dohány, igen. 30.000 forint. Aha. A gyerek már Oxfordra járhatna, gondoljára minden egyes elszívott, hogy Oxford, mit tudom, Cambridge, Aird, Tárnok. Hát így megy lejjebb. Bugyi egyetem. Soha már csak bugyiba tudsz menni tanulni, te a taksony mellé, mert apád elszívtak. Nyilván nem, ez hülye, meg ez demagóg meg közelítés. De nem jó, a 30 ezer azért az... 30? Az komoly, ez mert egy táskabér érte. Lenne annak jobb helye is. Tudnék egy-két kocsmát. Van egy-két drága alkohol. Na jó. Nem, hát az 3 kiló, szóval mint 3 kiló egy évben, az egy nagy családi nyaralás azért. Hát bizony. Az 10 évben az 3 millió forint. 100 évben. Hagyjuk már meg 30 100 év alatt 30 millió forint. Mi? Érted? Ki tudja? Hát de lehet, hogy addig éltél volna. Igen, aha. 1000 év alatt eldohányzó 300 millió forintot. Hát azért, azért az nem kevés. Azért annak lenne egy. Na jó, drága hallgatók, írjatok nekünk, kinek hogy sikerült, jó? Nyilván a Feri nem akar remcsenni, csak érdekel a dolog, hogy hányadik nekifutás, mikor tettétek le, működött-e a gerincterápia elektrosokkal, Luigi Sámán, Louis Padre, vagy egyszer csak letettétek és másnaptól nem gyújtottatok rá, illetve kiben milyen változás volt. Csak érdekel tényleg, hogy hány nap után éreztétek, hogy nincs több dohányzás, nincs több nikotin, és kezdett el az orrotok jobban szelelni, vagy mit tudom én, a tüdőtök jobban szelelni. Erős. Így van. Erős. Segítsünk Ferinek. Fickósodtatok. Ez nem cseszegedés. Nem mi kértem. Most szeretnék, hogyha elmúlna az a zsibbadás. Igen. Zsibbad a lába. Ha nem nálad, igen, ezt mindenki tudja. SMS számunk változatlan 06. 70. 645 00 00 00. Jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3.48 van, pontosan jó reggelt kívánom mindenkinek. Monóban? Monóban vagy? De ez, hát ez, figyelj, fölemeled a fejhallgatót. Akkor monó lesz. Biztos a cigarettázás miatt van. Tehát, hogy süket hagy már a fél füledre, lehet hogy? Az a baj. Való? Micsoda? Halló? Na, ugye a dohányzásról beszélgettünk, és nyilván nagyon sok hallgatónkat érinti. Nagy téma, és hát rengeteg embert érint, ahogy mondtam. Baromi sokan próbálnak leszokni, annál többen szoktak már vissza. Aki dohányzik, annak az egy állandó küzdés. Szerintem nem is lehet igazából leszokni, leteszed és nem gyűjtesz rá többet, de kívánni akkor is fogod. Szóval, hogy... És még 10 év múlva is, tehát úgy érsz le, érted, most, mondjuk most leteszem, vagyok most 44. Igen. Ezzel meghosszabbítom az életemet, és 90 évig élek, és a maradék, tehát az előttem álló 46 évet azt úgy fogom leélni, hogy szenvedek, mert nem gyújtok rá. Hagyjatok már! Eszedbe jut, és kicsit gyűlölöd azt, aki melletted dohányzik, de már úgy nem biztos, hogy rágyújtanál, de tud olyan érzés lenni, hogy kicsit utálod. Igen. Na, nézzük az SMS-eket, csak hogy mennyire nem vagy egyedül egyébként. Feri, olyan cigit vegyél, amire az van írva, hogy terhes nők dohányzása árt a babán egészségének. Én is mindig ilyet veszek, aztán semmi bajom, és férfi vagyok. Szép napot! Milyen szép ideológia, nem? December elején megyek egy 4 órás szemináriumra a párommal, 12.500 forint per fő. Azt mondják, hogy ezt a szemináriumot kell végigülni, és ennyi. Leszokunk állítólag. Ez Laci küldte. Tök jó, majd írjál utána, Laci. Tényleg, Laci, küld már. Állították. Igen, küld már, hogy mi van. Kíváncsi vagyok. Úgy sikerült leszoktam, hogy megállapodtam magammal, az el nem szívott cigi árából veszek magamnak új gitárt. Korábban meg kellett válnom tőle, ezáltal a zenéléstől is, azóta hiányzott. A gitárt hamarabb megvettem, mielőtt összejött volna az ára, ezek után lelkiismeret furdalásom lett volna, ha ennek ellenére tovább cigizem. Írja valaki, tehát volt egy kitűzött cél. Aha. A felének is ez megvolt. Most gondoljunk bele, hogy hány gitára lenne neki kevesebb. Ha azokat is elszívta volna. Igen. Imádtam cigizni. Figyelj, ez ismerős lesz. Jó reggel cigi, jó étvágyat cigi, szex utáni cigi, jó kávéhez cigi, és utána a kaja utáni cigi. Hát ez, ez te vagy. Aztán megismertem a férjemet, aki utálja a dohányosokat, és kizárólag miatta abbahagyta már 7 éve. Új illatok, szagok, kb. Egy hét múlva intenzívebb ízek. Milyen érdekes, tök nem? Jó. Annál intenzívebb, hogy én főzök. Ne szórakozzál. Bocs, Feri, itt volt egy megoldás, rögtön szerintem egy picivel előrébb is jutottunk. Van ez a szex utáni cigi. Aha. Ami valószínűleg azért van, mert van szex. Le kell mondanod a szexről. Nem kell rágyújtani. Akkor nem fogsz rágyújtani. Igen. Kevesebb betegség, jobb közérzet, jobb alvás, hajrá, Feri, megéri. 3 évesen közöltem az apukámmal, hogy nem adhat puszit, mert bagószagú a szája. Azóta 35 éve nem szívja. Büszke vagyok rá, írja Andi. De ügyes, ez jó. Igazad van, Feri. 10 éve leszoktam, de azóta mindenféle betegség megtámad. Látod? Ha tehetném, biztos visszaszoknék, csak anyagilag nehéz, sajna. Aha. Ez milyen hülyeség. Azóta megtámadnak a betegségek, igen. 3-4 próbálkozás, elektromos cigivel szoktam át, így havi 40 ezerből megúszom, írja Tom. 40 ezer forintot költesz elektromos cigire havonta? Ez elég soknak tűnik egyébként. És úgy, hogy várjál, ez a kevesebb pénz, mint amit egyébként eldohányzott. Igen, akkor mennyit szívott el? Hát...
A férjemmel az elektromos cigivel szoktunk le, igaz, mi az olcsóbbat kerestük, de 2 év elektromos után leraktuk, és azóta már tiszták vagyunk. Aha, tehát ez egy átvezető időszak, elektromos dohányzás. Mágneses rezonanciát írják. Jó, ezeket hagyjuk, igen. Hagyjuk az ilyeneket, mágneses rezonanciát. Segítenek, nem? Az elhatározás, ha megvan, és elmész egy ilyenre, akkor az belökheti a bulit, és akkor jó lehet. De csak önmagában az, hogy te elmész egy ilyenre, és azt mondod, hogy ettől most megváltozik, az meg nem megy. Hm. Mondom, voltam. Láttam a nikotint a kezemből a rézlapra kisugározni. Aztán rájöttem, hogy az nem az volt. És ezt kellett elvinni már a Ferit, ami egy rákos keresztúri hulladék bontott telep. Nálam az volt a motiváció, a leszokása, hogy a gyerekeim elkezdtek ceruzával utánozni. Ja, hogy ők is fogták a izőt a cigit. Hát nem kell a gyerek előtt dohányozni, és akkor nem utánoz. Igen, jó, hát azért, de ahogy mondani szoktak, a gyerek nem hülye, ugye azért ő vágja, hogy a papa dohányzik. Aha. Milyen papa? Na, a papájuk nem dohányzik. A vágy, ja, hogy a papper dohányzik, igen. A tata. Mit adtok cserébe, te mit ajánlasz mi föl? Mi adjunk nem, neked. Nem úgy adni. Mit ajánlasz föl, ha én abba hagyom a dohányzást, akkor te... Ha nem leszel dohányzó, akkor adhatsz puszit. Hát azonnal leteszem, viccelsz! Ha leteszed a cigit? Ha én most leteszem, akkor egy hétig mondjuk nem BKV-val jársz bedolgozni. Az neked nem motivál, neked olyan kell, ami téged motivál. Na, ebből ügyesen kiállt rá. Igen. Feldob valamit, ami szerinte izgalmas lehet, érdekes, de tud gyorsan kiállt rá. Nem, Feri, hidd el, a dohányzás lélektan nem szól másról, mint hogy neked kell megtalálni a motivációt. Az én BKV-s utazásom téged nem motiválna. Hogyha egy hónapot keresztül mi hozunk neked reggelit, az bármit is segítene ezen az ügyön. Egy kicsit igen. Egy hetes törökországi utazás, csak kettőtöknek békával. Ja, nem kell, ne, köszönöm, nem. Én szerzek hozzá prospektust. Egy párizsi hétvége. A prospektust én állom. Nem akar. Egy 3 napos párizsi hétvége. Pont nem ezt akarom, nem, ez pénz, ez neked pénzbe kerül, az nekem nem egy kell. Egy 3 napos párizsi tőlem? De érintett kézzel a párizsit. Na, de akkor mit? Hát mit? Nem, de valami cserefogadalmat akartam. Uh-huh. Most nem ajándékot akarok, vagy szeretnék tőled azért, tehát, hogy elmenjünk. Szerintem az menő. Bár mind a kettő szívesen elfogadok. Szerintem az menő. Leszoknál, és azt mondtad, hogy Balikám, 3 hónapja. Virítsad szépen azt a 3 napos kis párizsi hétvégét békával. Kinéztünk egy szállodát, ezt kiválasztottuk. Most szerintem ez... a hülye, vagy fogadalmat? Szerintem ez menő. Ő is dohányzik? De, hogy is. Nem dohányzik? Nem. És nem mondja, hogy büdös vagy? Nem. Nem? Szeret. Az jó. Állítólag. Én se dohányzom, és mégis mondja a Viki, hogy büdös vagyok. Így van. Akár dohányozhatnál is. Akár dohányozhatnék, és mert minden este azt mondja, hogy milyen büdös vagyok. Figyelj, Feri, nekem például nagyon tetszene a Varázs, nem tudom, hogy nyilván más az ízlésünk, de nekem nagyon tetszene a Varázs, mondjuk egy lángoló vörös irokész frizurával. Látod, én ilyet szeretnék. Hogy mi? Hogy mesztelenül motoroz a megyet lángoló fejjel. Nem kell. Az, csinálsz, amit akarsz, úgy öltözködsz, ahogy akarsz, de mondjuk egy vörös irokész frizura. Tehát kiborotvált két oldalon? Hát teljesen egyértelmű, ja. Egy klasszik punk frizura. Aha. Érted, veti az X-Pite-ből. Na? Mennyi ideig? 1 hét. Hát de utána viszonylag nehéz lesz majd visszacsinálni, mert csak egy oldalra tudod majd fésülni a hajadon. Jó, oké, bevállalom. Na. 1 hét. Amilyen hosszú a hajam, középen fölnyírják, illetve középen oldalt fölnyírják, befestetem vörös, és megcsemek. Ez nem kis tét. A szigeten, amikor ugye megjelennek. Igen. Nem tudom, hol vannak egész évben, de sokszor megjelennek. Két oldalt kiborotválva, középen pedig hatalmas vörös taré. 1 hét. Egy hét, Feri. Meg vagyunk, Jani. Jó. Egy hét. Te választod ki a színt, hogy neonzöld legyen, vagy narancsárga. Lefújhatod, 1 hétig neked ilyen frizurával járok, tessék. Ha azt mondod, hogy Bari, most gyenge. Letettem, és mostantól kezdve nem gyújtottam rá, mit tudom, 3 hónapja. Aha, megszagolom a ruhádat, hónapja. A kezedet, látom, hogy itt se dohányzik. Tehát effektíve letetted a cigarettát. Így van. Aha, egy tehát hét. 3 hónap. 1 hétig megkapod. És nem veszem le ezt a hajat, tehát, hogy így megyek, vásárolok. Nem veszem le. Tehát de nem egy ilyen paróka jellege. De nem hiszel bennem, én úgy érzem. Rohadtul nem, szinte ennyi. Bármit megígérnék, mert tudom, hogy nincs mitől félne. A bal herémre egy sarló, a jobbra pedig egy kalapács. Azt is legyen. Feltetováltatok a bal herémre egy csillagot, tudod, bármi. 1 hét punk frizura. Jó? Jó, oké. Kezd érdekelni a dolog. Jó, ennél te jobban függő vagy. De ha. Igen? De ha visszaszoksz. De ha visszaszoksz, akkor te ugyanezt fogod tolni. Hagyjál már, egy hónapon kivel keresztül. Vagy? Nagyon jó. Nagyon ne, tetszik várjál, ez a csavar. És nagyon akkor tetszik. Én meg egy hónapon valamit keresztül. Valamit mert te vagy annyira fifikás, meg annyira kemény, hogy ezt már bebizonyítottad. Igen, hogy 3 hónapra leteszed, utána ezért pedig szépen letenném. Lassan visszaszoksz, és akkor már mindenki elfelejtette a történetet. Balázsról meg ez az irokész frizurás képek az élete végéig fognak terjedni az interneten. Így van. Tehát, ha valamit valamiért, hogyha te végleg leteszed, akkor ő vállalja be az irokész frizurát, viszont ha
te újra rászoksz, akkor utána egy hónapig te ugyanezzel a frizurával. Miért? Én is egy hétig, egy, hét. Egy hétig csinálja, akkor én miért sem egy hónapig, hagyjál már. Igen, de nincs ez a kamu visszaszokás. Nincs a kamu, nincs. Három hónap, jaj, csak egy cigi, aztán megint, hát végleg leteszed. És nem gyújt, tehát vége van a cigarettának. Jó? Elkezdjük? Kicsit gondolkodom még. Na. Én benne vagyok. Három hónapra megcsinálnám, esküszöm. Lehet, hogy az van, érted, hogy ha három hónapra ledobom a fogadás miatt... Akkor tudod, hogy visszaszoksz, nem igazi leszokás. Utána már nem szok, hát három hónapot kibírtál, akkor már hova szoksz vissza? Vagy nem így működik? Három... Érted? Szerintem az folyamatos meló, hogy megáld. De ha három hónapot leteszed, akkor már utána úgy... Vagy igen? Nem tudom. Na mindegy, jó. Gondolkozz el ezen. Tetszik, tetszik. Szerintem jól hangzik. Én neonzöldet nyomnék. Vagy tudod, van az a nagyon csúnya zöld, tudod? Az a világító neonzöld, ami sötétben is világít. Így van. Na jó. Elég két fültágító. Nagy karika. Játsszuk egyet, jó? Itt van a játékosunk, és Óven bácsival, Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint útolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Hello! Ádám, szia Ádám! Honnan hívsz minket? Budapestre. Dohányzol? Sajnos igen, na. Már egy ideje. Mi a napi adag? Hát egy másfél doboz cigi azért, simán elmegy sajnos. Úgyhogy... Azt a mindenit. Tehát a kereseted egy részét akkor eldohányzott te is. Hát napi másfél doboz azért 40-45 ezer forint havonta akkor. Igen, igen, tudom. Hát az a titka ennek a dolognak, hogyha van egy olyan barátnőd, aki nem dohányzik és tiltja, akkor le lehet tenni a cigit. Nekem volt egy olyan barátnőm, aki nem kultiválta ezeket a dolgokat, és ugye kénytelen voltam akkor letenni, de nem tartott sajnos hosszú ideig, és ahogy szakítottunk, ugye azonnal sikerült visszaszoknom. A másfél doboz, az 45 szál, az hát az kemény, az óránként 2, 10 percig szívó, tehát szinte egyfajta, hát majdnem hát kis... láncdohányos vagy. Igen. Kis túlzással láncdohányzás, uh-huh. Nem? Igen, hát túlzással. Túlzással, jó, akkor nem is játszunk. Iben nem játszol. Én veled vagyok. Így van. Jó, köszönöm Feri. Ajándékot se kapsz, karácsony. Igen. Na figyelj, Adam, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, hallgass meg. Megérkezett a tél az oldalára. Aha. Vagy 10. emeleti panel kereszthúzat. Igen, igen. Panel program előtt, tudod. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj. London. Ajaj. Hát ez ajaj. Igen. Mutatjuk még egyszer, jó? London. Ne csináljátok már a bögrét, elég értem. Hát az hiba volt, kicsit korai volt. Hallgass meg még egyszer, figyelj. London. Valaki szólt a kecében, hogy hallgat téged és tudja a megoldást? Igen, azt mondja az egyik kollégám, hogy a rémrendes családnak. Hát ez így nekünk kevés. Egyébként igen. Ugye? Egyébként az. Az. Uh-huh. Ki az előadó, vagy mi a dal cím? Nem El Bundy. Hát sajnálom, pedig... Egy legendás előadó művész. Hát nem a mi korosztályunk, enyhén szólva sem. Egy nagyon-nagyon nagy kivesszük a bögrét, mutatunk hosszabb részletet, be fog ugrani, figyelj. Figyelj, így sem fogom tudni, nem ugrik be, vagy valaki ki. Súgja én. Meg. Valaki súgja meg. Hát elég nagy csönd van, ez beugratós. Szólj bele a rádióba, gyerekek, valaki segítsen. Szóltam. Szóltál, tényleg? Igen, ez az első sora a címe, ha emlékszel. Mutatunk hosszabbat, jó? Figyelj, hallgass meg. Na, az. Mi az? Mi volt? Love and Marriage. Jó, na, elfogadjuk. Így van. Frank Sinatra, ugye? Így van. Egy kedves kis dolog, hogy énekelgetett közben meg az Al Capone-val flörtött. Hát, társaságot tudni kell választani. Látod, hogy ürítik a Thompsonokat. Ádám, megadtuk, megvan az ajándékcsomag. Jó, ügyes vagy? Hát, nagyon szépen köszönöm nektek. Kis hiáme, hogy már majdnem mutattuk a hosszabb részletet, úgyhogy szerencséd volt. Köszi a játékot! Én köszönöm nektek. Hello. Szia. Ciao. Hello. Na, 2 perc van pontosan, 8 óra. Érkezik a mi drága Gáborunk, aki megint érdekes dolgokat hoz nekünk, úgyhogy az elmentesövezettel folytatjuk a hírek után. 8 óra múlt 13 perc. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Feri, hello Jani, hello. Sziasztok. Drága hallgatók, itt vagyunk, hűvös van reggel, és nem is nagyon lesz melegebb.
Nagyon nagy csapadékra nem kell számítani, viszont hát marad ez a 2 fok, 3 fok, hűvöskés reggel, éjszaka már-már mínuszok, úgyhogy hát aki indul vagy indulni szeretne, az készüljön arra, hogy hideg van kint. Van, ahol éppen, hogy csak 0 fok van, van, ahol 2-3, úgyhogy hát hűvös, gyerekek. Pár nap is itt a december. Bizony, de havat sajnos még mindig nem lehet látni az országban, és már a Kékestetőn sem, illetve most megnézem, de még ott azért van. Jó van. Csak jó lenne, hogyha frissítenék a nyitó oldalon azt a képet, mert amikor rákattintasz, akkor már látod, hogy mi a helyzet, de egyébként egy szép zöldes kép van feltéve. Szóval, hogyha valaki szeretne egy kis havat látni, az nézze meg a Kékestető webkamerát. Ha legalább úgy, nem? Hogy ránézzünk, hogy milyen, amikor valami havas. Hogy legalább lássuk. Ausztria. De még november van, még nem, vagy februárban már elégedetlenkedtünk. Menjetek Ausztriába, ott van hó. Nem. Költsétek el itt a pénzeteket. Ja, Magyarországon, jó? Az M0-áson az M5-östől a soroksári kihajtó felé a bal oldalon sétál egy ember. Ha már ő nem vigyáz, legalább mi vigyázzunk rá. Ezt Dóri küldte nekünk. Köszönjük szépen. És emlegetnek egy Ellen Kerr könyvet, Feri, ezt olvasd, de ezt legalább 100 ember elküldte. Csak úgy kíváncsiságból. Könyvet ugye lehet ajánlani, hiszen kultúra. Úgyhogy Ellen Kerr. Azt mondják, hogy álltok szenzációs. Szenzációs könyv. Brutálisan jó könyv. Már olvastam, elszívtam utána. Igen, annyira felhúztad magad rajta, hogy azonnal elszívta három darab cigarettát. Na, csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyez, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztom, antibiotikummal szennyezett, lejárt savatosságú ételeket cikkeztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor! Jó reggel! Most azon gondolkozom, hogy miért büntet engem a jó Isten? Tehát hogy? Egy óráig engem csesztettek a dohányzással, most jön Gábor, aki mindjárt elmondja, hogy ne egyél húst, mert mindannyian meghalsz. A Svábinak volt ez a műsor, ez a nem a te napod. Ez az. Te még reggel nem sejtetted, hogy ez ma neked szörnyű lesz szegénynek, de én leszálltam rólad, én már nem. Legközelebb jövök pánkhajjal. Gáborom, helyes vagy, csiros vagy, mi van? Ünneplő névnap, vagy mész valami előadásra, vagy szülinap, vagy leérettségiztél? Mi történt? Megyek majd tovább, igen, lesz egy nagy előadás, és azon veszek részt. Na, kiknek adsz elő éppen? Óvodapedagógusoknak fogok előadni. Ja, azt hittük PR Kárdennek. Nem. Óvodapedagógusoknak? Mit adjanak a gyereknek, mit nem? Egészséges táplálkozásról szóló szeminárium lesz, igen. Uh-huh. Csak vannak vendégelőadók, vagy te vagy az egyetlen, aki ezt így megtart? Nagyon komoly szakmai fórum, és hát szakemberek vannak jelen Magyarországon a felső kutatói körökből, szakmai körökből, és nagyon megtisztelő, hogyha én is részt vehetek. És a táplálkozás, reformtáplálkozás, gyermekétkeztetés kérdéséről nem csak Zabról, hanem minden másról is szó lesz. Bocsáss meg, hogy megkérdezem, ott abban a zsebben, az ott fönt az ünneplő töltőt tolla? Persze. Nem? Igen. Ez egy Nem hiszem el. Várjátok, csak hogy értsék a hallgatók, és Jani rámutatott egy tollszerű képződményre, ami úgy van becsippentve, ugye egy külső zsebbe. Gábor előhúzta, és egy hosszú pálcát csinál. Van, és kiderül, hogy egy vipera. Nem, igen. Ez egy toll, amire írni lehet. Hihetetlen, Gábor, egyébként már, hogy autókról antennákat törögetsz le, hogy szóljon a rádiód a kocsiba. Az ingalatott a merdzsójel is. Döbbenet egyébként, hogy Opel és merdzsójeleket tölt. Ezzel írni lehet, és akkor ki is lehet húzni, ez egy teleszkópos toll. És akkor állsz egy táblánál, és nagyon... oszlatásra is alkalmas. Igen, állsz egy táblánál, és baromira mutogatsz, ilyenkor kis írományaid vannak, ezt így kivetíted a falra, tényleg? Azt gondolom, hogy ez egy fontos kelléke az előadásoknak, mert hát mondjuk most már infrapálcám van, az is van a táskámban, de időnként szükséges konkrétan rámutatni, oda menni, és rámutatni egy információra az előadáson. Én ezt nagyon szeretem, de nyugtass meg, hogy azért írásvetítőt nem viszel már a hónod alatt. Tehát az nincs semmi, hogy nem egy régen. Egy projektor. Emlékeztek, mikor a tanárok jöttek ezzel az írásvetítővel? Vagy olyan terembe mentél, ahol volt írásvetítő? Betolták ilyen kis kocsi.
Mert tudták, hogy a fiatalok nem tudják, fölraktál rá egy ilyen műanyag lapot, amin volt írás, és azt megvilágította, és feltette a falra. Micsoda technika! El kellett írni a műanyag lapot. Igen, és úgy nézted, mintha valami NASA-tól kapott, én nem is tudom, milyen haditechnikai eszközt használ a tanár. És soha nem sikerült neki elsőre úgy rárakni, hogy ez ne fejjel lefelé legyen, és fordítva. És aztán rájött, hogy nincs bedugva a konnektorba, Pistike hoz egy hosszabbítót. Élesítsünk a képen. Igen, és már kis csöngettek. Gábor, mielőtt belevágnánk a témába, amiből te készültél, engem nagyon nyomaszt valami, mert hogy olvastuk itt most megint mindenféle bio élelmiszerekkel, tápszerekkel kapcsolatban, és erről beszéljünk két mondatot, mert számomra totálisan megdöbbentő, hogy egy olyan cég, aki azért nagyon hirdeti magáról, javítsd ki, valamit rosszul mondok, hogy bio, ugye? Igen. És nem akarok most cégnél erről a termékcsaládról. Erről a termékcsaládról, igen. És aztán kiderül, hogy hát elég nagy mennyiségben határtúllépés van, talán bébi ételeknél, ugye? Találnak növényvédő szereket a bébi ételben. Igen. És erről a termékcsaládról köztudottan tudjuk, hogy kimagaslóan bio, és mindenféle ökokontroll, meg nem tudom, és tényleg az ember ismeri a terméket, bemegy. Hogy kerül oda? Tévedésből nem tud. Akkor ez azt jelenti, hogy ezeket a növényeket vegyszerezik, és az egész egy hazugság? Ebben az esetben egyébként hát le vagyunk sújtva, megmondom őszintén, mert ugye atropin találtak egy bio bébi. Az növényvédőszer? Táplálékban. Nem, ez egy, tehát itt nem arról van szó, hogy titokban vegyszerezték éjszaka a ugye a bioterméket, ahogy a mondás is tartja, hogy a bio az abban különbözik a nem biotól, hogy ezt éjszaka vegyszerezik. Igen. Nem? Tehát nincs ilyen. Az említett termék, amiről itt szó van, ráadásul nagyon magas és nem magyar követelményrendszernek felel meg. Úgyhogy nem akarom felmenteni a terméket, itt egy komoly szennyezésről van szó, vagy viszonylag komoly szennyezésről van szó. Atropin, ez más, valószínűleg a betakarításkor más növényel szennyeződött. Tehát nem vegyszert adtak hozzá, hanem más növényel szennyeződött, amire nem figyeltek oda, és az a növény atropin származékot tartalmazhatott. Ugye ennek azt mondják, hogy lehet enyhe droghatása is, lehet ugye hasmenést, hányást, látászavart, szédülést, egyebeket válthat ki, és éppen beszéltük a Vikivel, a kedves feleségeddel, Balázs, hogy lehet, hogy a gyerek mondjuk hány vagy hasmenése van, és lehet, hogy nem vírust kapott, hanem atropint. Mondtuk ezt félig viccesen. A helyzet az, hogy azért az ember azt gondolná, hogy a bioélelmiszerek tényleg minden szempontból rendben vannak. Igen. Ez és kiderül, egy kis hatalmas presztízsveszteség. Én például előszeretettel vásárolom, megfogyasztom ezeket a termékeket, amiket ők árosítanak, és álmomban nem gondoltam. És ebben az a probléma, hogy ráfutunk ilyesmire. Igen, tehát látom magam előtt az olvasói, hallgatói kérdéseket, sőt, kaptam is már egy 10-15-öt, hogy hogyan tovább. Van értelme az életnek? Ezt én úgy szeretem, hogy ilyen finoman, teljesen farca, van értelme az életnek? Mert ugye hát részben a műsor kapcsán is nagyon sokan változtatnak, és egy-egy ilyen hír majdnem romba dönti az emberekben azt a hitet, hogy érdemes változtatni, hogy érdemes jobb élelmiszereket venni sokkal drágábban. Én azt mondom, hogy ne menjünk ilyen messzire, tehát nehogy valakiben egy teljes csalódás után visszatér a Feri által javasolt étrendi formákhoz. Az igazság, így van meg. Hanem, én továbbra is támogatom az egészséges táplálkozást, de ez megint arra jó példa. De hogy kerül oda, Gábor? Tehát, hogyha van egy bioföld, akkor mindegy, hogy másik növényt takarítanak be, az se lehet szennyezett növényvédőszerre. Tehát, hogy a fenébe kerül oda? Ez nem lehet lejáratás se, mert valójában benne volt. Tehát, nem arról van szó, hogy egy másik cég kitalálta, bevizsgálta, kamuki híreket hozott le, hogy növényvédőszer, aztán mire a cég megvédte volna magát, addigra megszüntették, bezártásod. Tehát itt valójában ott volt. Nem? Igen. Tehát azért ez ijesztő. Mivel a hír még friss, azért én sem merek nyilván semmilyen véleménybe bocsátkozni, vagy konkrét tényszerű adatokban, mert nem tudom, hogy honnan származott. Tehát ez a gyerektápszeret a legérzékenyebb, vagy gyerekétel. Igen. Azt gyanítják, hogy más növénnyel, olyan növénnyel szennyeződhetett a betakarításkor, tehát nem tudták jól elválasztani a gabonát az egyéb növénytől, hogy ugye itt mikrogrammos mennyiségről van szó. De akkor az az egyéb növény, amit betakarítottak, ahogy a Balázs mondja, szennyezett, az meg benne van másban. Érted? Tehát akkor az valószínűleg nem csak ebben a bébi ételben fordul elő, hanem egy csomó minden másban is. Hát nem biztos, mert ugye itt mondjuk tegyük fel valamilyen gabonát termesztettek, akkor ezen a táblán itt nőtt esetleg, de ebben mondom, nem merek tanácsot, vagy esetleg véleményt sem nyilvánítani. Uh-huh. Szerintem fogunk erről még hallani. Hát hogy ez igen, hogy ezt nézzük már, hogy ennek mi a folytatása. Ez egy vizsgálatsorozat indult el az adott cégnél, a termékcsoportnál. Egyébként, hogy minden rosszban van valami jó, egyben biztosak lehetünk, az atropint ezek után nézni fogják. Uh-huh. Nézni fogják a termékben, amiként a guarmag botránynál annak idén a dioxint is azonnal nézték mindenben, tehát most már arra nem kell számoljunk szerintem, hogy atropin származék ezek után lesz forgalomban. Ez egy szúró próbaszerű ellenőrzés volt? Ezt nem tudod érteni, hogy egyszer csak leszették a polcról, és úgy
Aha. Igen, igen, a szakhatóság szinte mindig szúrópróbaszerűen, ugye randomizált szúrópróbaszerű, ugye tehát számítógépes programok által vesznek mintát, tehát reprezentatív mintavétel történik, hogy előbb-utóbb minden termék sorra kerüljön a mintavétel során, nagyon professzionális mintavételi technika, és hát most ez a termék került sorra. Igen, csak ezzel és az kérdés, mi van, ha nem kerül sorra, tudod, akkor még egy évig ezt teszik a gyerekek? Szóval, hogy itt azért ez hát is 26 megdöbben. Darab, vagy mennyi már elfogyott ugye a termékből, még jó, hogy nem mondjuk 5000. Az nem sok, igen. Mondja. Igen, mondja. Az a legnagyobb probléma, hogy ugye minden embert arra buzdítunk, ez a rovat is arra buzdít, Gábor is folyamatosan arra buzdít, hogy életmódszerűen fogyasszák ezeket az élelmiszereket. Na most nem azzal van a probléma, idézőjelben, hogyha az is probléma, de nem akkor a probléma, ha alkalomszerűen eszel ezekből. Viszont ha rendszeresen fogyasztod, mint ahogy én például bizonyos termékeket, amit itt vásárolok náluk, én rendszeresen, napi rendszerességgel fogyasztok. Na most képzeld el, hogyha szúrópróbaszerűen nem két hét múlva, nem egy hónap múlva, hanem fél év múlva derül ki, addig egy fél éven keresztül minden reggel fogyasztom szépen ezt a terméket, amit adott esetben ők lecsomagoltak. Mindig már úgy jössz vissza a budira, hogy Bali, nincs egy kis papírod! A kutya fáját az összeset elhasználtam. Az íze nagyon jó, de nem tudom megszokni, hogy miért folyik a szememből. Egy hete nem látok, finom, de egy hete nem látok. Hát ez szóval egyébként tényleg megdöbbentő. Tehát pont az a dráma, hogy nem egy felnőtteknek szánt élelmiszerről van szó, hanem ugye pont a legveszélyeztetett csoportnak szánt. Egyébként én úgy tudom, hogy a bébi ételek minőség ugye követelménye az sokkal szigorúbb Magyarországon is, mint az egyéb. Valószínűleg azért nem ment át a rostán ez a termék, mert a követelmény sokkal szigorúbb, tehát itt bizonyos mikrogram felett sem engednek meg már. Felnőttnél lehet, hogy ez nem okozna akkora problémát. Uh-huh. De ne legyen benne semmi. Hát tudod, az a legjobb, tehát, hogy ez az elvárás, hogy ne legyen benne annyit semmi. Annyit beszéltünk az élelmiszeriparról, látjátok, hogy itt mindenre számítani lehet, sajnos. Igen. Jó, oké, ez csak kérdés volt, mert érdekelt a dolog, hogy hol tart az ügy. Ha van folytatása, akkor beszélünk róla. Na, készültél egy nagyon érdekes dologgal, elsősorban háziasszonyoknak, ez most nem olyan hosszú, mármint maga a rovat, nagyon sok embert érdekel, ugye, hogy miben, hogyan, miképpen, mivel süssünk, miben jó, miben nem jó, mi az, ami káros, mi az, ami tévhiteket, vagy miről gondolja az ember, hogy igazából rossz, vagy mivel kapcsolatban vannak tévhitek, és összeszedted azokat, hogy miben jó sütni, ugye ezzel készültél mára? Igen, általában sütni, főzni, tárolni. Korábban emlékeztek, beszéltünk a műanyagokról, de ez a kérdés sokkal komplexebb. És szintén emlékezhetünk nagyanyáinknak az öntött vas edényeire. De finomabb a minden, de jó darab sült. Úristen. Sült nem, tofu. Én most nem erre gondolok. Egyébként kiváló szapkás a fő a rozsdamentes acél. De hát minek koszolnánk össze a rozsdamentes acélzapkásával. Ugye, Feri? Mondjad, Gábor. Aztán megjelentek a különböző bevonatok. Tehát nem volt elég az, hogy ugye öntött vas, mert ugye egyébként abból vasionok kerülnek az ételbe, amiről azt mondja a szakma, hogy hát nem rossz, de nem is olyan jó, főleg, hogyha már ötvözetekről van szó. Teflon. Ugye a teflon edényeknél az a gond, hogy a teflon az nem egy egészséges anyag máskülönben a szervezetre, amennyiben lepattan, vagy az ételbe kerül. És amióta megjelentek a hamisított, vagy piaci, vagy egyéb teflon bevonatú edények, azóta találkozhatunk olyan edényzettel, amelyiket befőzöl mondjuk egy évig, és aztán azt látod, hogy vékonyodik a teflon bevonat, szinte itt-ott lepattan. És ezeket mi esszük meg gyakorlatilag, tehát a család megeszi a teflont idővel. Nyilván nem tudok mást mondani, és ez közhelynek számít, mint az, hogy jó minőségű teflon bevonat vásárlása, tehát rendes márka üzletben. Egyébként mondanám, hogy titán bevonatú edényt kéne használjunk, de lehet, hogy ennek az ára hasonló lesz mondjuk egy autóéval. Meglincselnek, vigyázz. Igen. Ezért de a teflon önmagában nem káros, ha nem kopott, nem? Tehát akkor az nem árt. Tehát maga a bevonat ugye azt a célt szolgálja, hogyha rendesen ráég, ugye amikor valaki megvesz egy teflon edényt, akkor használni kell, és az első időszakban nem is igazán eheti meg azt, ami benne elkészül. Hát inkább ki kell sütni, tehát kis olajjal ki kell sütni, hogy teljesen ráégjen a bevonat. Egyébként ez a bográccsal is így van, úgy tudom, de ami Feri megerősít. Hát a teflonnál maradva, az ugye azt szerintem mindenki tudja, de ha nem, akkor mondjuk el, hogy abban a pillanatban, hogy az első lepattanást megláttad, akkor vége, az kuka, tehát ott azt nem használod többet. Igen. Hát, ezért sem jó, hogyha mondjuk dobszolozik rajta a gyerek a tésztaszűrővel, meg ezért nem szabad mondjuk fém villával kapargatni, igen, meg hasonlók. Tehát nem tehetjük ki, ez nagyon fontos, hogy nem tehetjük ki mechanikai erőnek az ilyen bevonatokat. Oké, ott a fakanál, de azzal is olyan erőhatást lehet kifejteni időnként, hogy bizony az sérülni fog. Aztán itt a zománc. A zománc egyébként sokkal
sokkal jobb, mint a teflon, de itt is addig, amíg az nem sérül. Uh-huh. Vannak olyan zománc edények, amelyek annyira rá vannak égetve is, és annyira jó minőségűek, hogy ha valaki kíméletesen bánik a zománc bevonatú edényekkel, akkor majdnem azt mondom, hogy elkísér. Nem úgy, mint a teflon. Hát igen, a teflon megjelenés az ugye alapvetően egy kényelmi szempont, mert sokkal kevésbé kell rá odafigyelni, mint a hagyományos zománcozott edényekre. Igen, az a baj, hogy ahogy elkezd leégni az étel a zománc edényben, meg a teflonban is, onnantól kezdve már ugye nem használható úgy, akkor elkezdjük súrolni, ugye amikor mosogatjuk. Aztán megjelentek a konzervdobozok, de azok még ugye a KGST piac idején ónozott konzervdobozok voltak. Aztán emlékszem, még én is az egyetemi időkben mértünk ón beoldódást egy paradicsom konzervben. És oldódott? Ez egész fém volt, igen. Az nagy buli oldódik lehetett. A konzervből, tényleg? Oldódott. Ez korábban, uh-huh. amikor... Ez mi volt, hogy összegyűltetek péntekes, és azt mondod, hogy gyerekek buliban mérünk uh-huh. egy oldódást, és akkor mindenki hívott egy bohát gyerekpesgőt. És péntek este bulizhatok egy nagyot, és közben mértetek egy oldódást. Oldódik ezt bizony. Mit csináljunk? Ígyunk oldódást. Oldódást! Mérjünk egy oldódást! Aztán nézzük képeket mesztelen csigákról. Időnként megérdek, milyen rémképeitek vannak egy élelmiszer analitika szakirányról. Nem. Egyetemen összegyűlünk, ténylegesen, de nem péntek este. Összegyűlünk és mérünk egy ón tartalmat, mondjuk egy paradicsom konzervből. Ez mond valaki tosztot? Nem. Viszont ezek megszűntek, ugye nyilván hát lép a szakma, és most már a fém konzerv dobozok belső felszínét gyantákkal kezelik, epoxi gyantákkal, ugye ezek, uh-huh. ezek műanyagok. De jól hangzik, igen, az aha. finom műanyag azért, az de jó. Igen. Ez egy fokkal jobb, ugye itt is van némi beoldódás, de már nem nehéz fém, ugye ez az előnyem. Csak a sütésfőzés egyet hadd kérdezek, mert még most kerámia bevonatos serpenyőket lehet kapni. Uh-huh. Az jó a kerámia? Kétféle kerámia bevonat van. Az egyik az, ugye itt a kerámia maga, az tartalmaz kadmiumot és olmot. Ezért beoldódhat, de nyilván ezt mindenki tudja, illetve sokan a szakmában. Ezért a kerámiára is rávisznek egy felületet. Ez két lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy egy hőálló védőlak bevonat. Aha. Ez ugye egy, hát ez beoldódhat. Egy része, vagy pedig ez a drágább, hogy egy vékony üveggyanta, egy üvegbevonatot égetnek rá. Ez a drágább. Aha. Az üvegből nincs beoldódás, de minden másból lehet. Na most az ezt a baj, hogy ha te... a csomagoláson? Hogy tehát nem akkor vásárolod? Az a baj, hogy ha te odamész egy eladóhoz, és szakmailag ilyen kérdést teszel föl neki, hogy ezen hőálló lakbevonat van, vagy pedig védő üvegréteg. Már az biztos, hogy nem tudja. Elnézést, önök mértek kadmiumot? Mert mi annak idején a kollekcióban. jó, de jobb, mint a teflon? Vagy körülbelül ugyanaz, mint a teflon? Ne jobb. Káros, hogy jobb, mint a teflon. Jobb, a védőbevonat miatt ezek a festett és bevont kerámiák, azt gondolom, hogy jók. Arra kell figyelni, hogy ugye a hőlépcsőt nem mindig bírják, vagy az üveg sem, tehát 20-30 fokos hőlépcsőn ilyen nagyobb lépcsőt nem biztos, hogy bírnak, tehát repethetnek. Hőlépcső, de szép ugye, szó. Gábor, és ami fontos, hogy otthon ugye nyilván tudod, hogy mivel főzöl, oké, ezeket megfogadod, de például akik a közétkeztetésben dolgoznak, akik főznek nagy üzemszerűen ott, ezeket például szúrópróbaszerűen ellenőrzik, hogy milyen minőségű anyagokkal főznek gyerekeknek, felnőtteknek, kórházaknak, különböző igen. intézményeknek? Igen. Igen, amikor egy konyha ellenőrzést kap, akkor sok mindent megnéznek, ezek közül az egyik, az edényzet. Tehát ezt átvizsgálják. Előírás, aha. a rozsdamentes acél, illetve a speciális eszközök, tehát most már minden konyha lecserélte régóta az egyéb nikkelezett, meg egyéb más edényzeteit, vagy akár az alumíniumot, nyilván nagyon rég volt alumínium üst, még a régi menzákon emlékeztek ilyen nagy alumínium. Két asszonyka emelte föl a zsámolyra, és azt abban főzték. Most már ilyen nincs, az alumínium ugye Alzheimer-kort okozhat, és ízületi bántalmakat, azt mondják. Rozsdamentes acélban, igen, ellenőrzik ez a válaszom. Uh-huh. Háztartásokban viszont az a fontos, amit hazaérdemes vinni ebből a mai beszélgetésből, hogy ha lehet, akkor azokat az edényeket, amiben mi főzünk, azt ne a legolcsóbb helyről vásároljuk. De egyébként ezt mindig mondjuk élelmiszerek terén is, hogy ha lehet, adjuk meg a módját, mert egy edényt azt nem egy évre veszek. Igen, ami eszembe jutott, és mindig eszembe jut, amikor alufóliába csomagolunk valamit, hogy ugye az mégiscsak azért valamilyen alumínium származékot kell, hogy tartalmazon. Abba becsomagolunk egy szendvicset a gyereknek, letakarjuk vele az ételt, abból átszivároghat valami, mert rengetegen használják, és sose gondolt ebbe bele senki. Amennyiben talán. Az étel meleg,
esetleg ketchupot teszel közé, és az nem tudom én, az ott a két kenyer közül kijön, és érintkezik a műanyaggal, tehát a savas anyagról van szó, akkor igen. A műanyag, alumínium. Tudod, ez az alufólia, ami a szendvicset rakod, nem a sötét színű, tehát ami nem átlátszó, ami a szendvicset rakod, lefeded vele az ételt, sütőbe rakod. Ha nem érintkezik majonézzel, ketchuppel, mustárral kifejezetten közvetlenül, maga a kenyér, és így ez egy száraz anyag, érintkezik az alufóliával, nem oldod nem ki oldod, semmi, aha. Mert nincs határfelületük. Sütés közben sem például, hogy letakarod a csirkét, hogy puhább legyen, a végén leveszed, hogy színe legyen. Hát vagy alárakod. Vagy alárakod például, ez is érdekes, ezt vizsgálták hát, valahogy, abban mi oldódhat ki? Erről én nem olvastam irodalmat, de mivel a főzés vagy pároláskor, ugye ott nedvességről van szó, ott megvan az esélye, utána fogok ennek nézni, hogy az alumínium mit csinál. Mivel ez érdekes dolog, hát kezdve hányan használják magyar háztartásokban külföldön, hát és hogy például mennyi alumínium óta mindenki. Kerülhet nem az emberi szervezetbe. Tehát alufóliával főzni, sütni ma már nem ajánljuk, hanem ahogy beszéltünk arról, hogy például a kerámia edények, ugye vannak olyan nagyon jó kis kerámia sütő edények, amelyeknek van teteje. Illetve a jénai. Erről hát szeretném meg beszélni. Illetve hát maradjunk a klasszikus módszerén, nagyanyáink módszer, azokat te mindig szereted, amikor rettenet mennyiségű libazsírban, ami ellepi a húst, ma még van egy előadás a Feri. Alacsony hőfokon konfitálsz. Így van. Érted, és akkor nem kellett akarni semmivel. Te jössz, Gábor. Nézd, le, a nézd rosszul van. Én mindig olyan vidám szemmel nézek fel, amikor elkezd beszélni, és annyira veszed, érted, és olyan a hús, hogy így elomlik. Elomlik, és olyan íze van, hogy megőrülsz. Na, mi van a jénaival? Figyelj, Feri, hoztam egy mondást. Edward Nelson orvos mondása. Ha olyan erős akarsz lenni, mint a bivaj, edd azt, amit a bivaj eszik, de a bivajt ne edd meg. Jaj, de szép! Ez a mai adóászom nektek, és ha lehet, akkor gyűjtök ilyen mondást még. Aha. Jó, hozzá meg is győztél. Az azért nagyon kemény. Mit eszik a bivaj egyébként? Füvet. Igen, de szép nagy izomzata van. Az biztos, egész igen. Komoly mennyiség. Igen, mert tudod, azért, mert el kell futni az oroszlán elől, vagy valami egyéb ragadó. De valahonnan csak beveszi azt a fehérjét, ugye 1% fehérje van a fűben. Mondjuk ezért sokat is eszik az elefánt is, meg a biba is. De nézzétek, nem mit tudom én, húst teszik, meg tejet iszik. De az oroszlán is erős, ő meg húst teszik, tehát Gábor, neki megyek a falra. Az oroszlán nem erős. Gábor, gorillát, mondd a nem erős, értem. Gábor, de a gepárd sem tud gyorsan futni. Az oroszlán erős, de az ereje körülbelül néhány percig tart. Nézd meg ugye a természetfilmekben, hogy melyik meddig fut. Tehát az élet az nem abból áll, hogy 5 percig harapok, utána lefekszem aludni. A gepárd fut nagyon gyorsan. Jó, meg Gábor, az azért tudod, kitartó. A legyek is mit esznek, és azért 10 millió lény nem téved, de hát azért mégse utánozzuk őket, tudod, van ez a mondás. Azért nézd meg, mi repködnek itt balra-jobbra, milyen vidámak. Egész és hát nap pörögnek, akkor mit tegyünk? 1 milliárdan vannak, mégse tévedhetnek, azért hagyjuk meg a tévedést, hagyjuk meg a tévedés jogát. Az egy fertőző ágens. Na, visszatérve csak egy mondatra, mert aztán tudom, hogy menned kell az előadásra, mert kiéhezett védőnök várnak, hogy rád vessék magukat. Meg ma még mérnie kell kadmiumot is. Mi van a jénaival? Jó a jénai. A klasszik jénai jó. Tehát az üveget és a jénait tartjuk a legjobb anyagnak. Aha, római tál. Nem lép reakcióba római tál. Ezek a cserépedények. A cserépedény is belül mázas, vagy van máztalan. Igen. Igen. Hát amennyiben matt, ott azért lehet kioldódás, ugye a védőlag bevonat miatt. Üveg, jénai, ezekben bízunk, és a fényes kerámia bevonatok, illetve a rozsdamentes acél, amiről beszéltünk. Ezekben sütünk, főzünk, ezeket használjuk, és nem tárolunk, ugye műanyagban, nem tárolunk teflonban sem, mondjuk paradicsomot, tehát ha kész egy lecsó mondjuk, akkor nem hagyom benne a teflon edényben. Az ománcba benne hagyhatom, a teflonban nem. Az üvegben, jénaiban is benne hagyom. Vannak most ezek a előre fóliázott ilyen mindenféle fűszeres fólia, amiben belerakod a húst, és akkor a fóliában megsütöd, ugye? Hát ez nyilván Ferinek egy fajta merénylet a kulináris élvezetek nem ellen. De tudod, megfogod ezt a fóliát, ezt az átlátszót, belecsomagolod a csirkét, bevágsz egy hagymát, és bevágod a sütőbe. Ez egy mondat, hát, aztán elengedünk. Szerintem ez necces. Necces. Nem merek konkrétumot mondani, mert ugye itt is konkrét vizsgálatra volna szükség, aha, de azt gondolom, hogy ezek a fóliák most nemrég jelentek meg, és el kell telni időnek, aztán megint ki fog derülni, hogy ezekből is valami antimon, valami belemegy a hőhatására. Tehát műanyagos, fóliás, sütés, főzésnek én nem vagyok a híve. Na jó, van. Nagyszerű, köszönjük a híreket, egyébként is tényleg veled vagyok, mert a bivaj egészséges, ugye ezért én is bivaj húst eszem, és nem oroszlán. A bivaj szalámi, ilyen. Ez az akkor tartalmaz jó minőségű telefonszálakat?
Figyelj, te bivaj mozzarellát se? Tehát eredeti mozzarellát, bivaj tejből, az se? Semmilyen állati fehérjét, ugye? Nem kóstoltam. Nem? Nagyon fincsi. Jövő hétre hozok. De te eszel sajtot? Sajtóját egyet. Ha hozzal, én szívesen megkóstolom, tehát nem vagyok vaskalapos, csak nem biztos, hogy mindennapi szinten... Aha, tehát állati fehérjét nagyon kevesebb. Mi volt a reggelit, Gábor? Hát már nem voltunk könnyű helyzetben a feleségemmel, mert megálltunk egy tál köleskása előtt reggel a gáztűzhelynél. És álltatok ketten mesztelenül a feleséget, és néztétek a köleskását? Ez nagyon helyes is. Nem, Gábor. Egy forró szeretkezés után álltatok egy tál köleskása. Gáborom már a nyakkendő rajta volt, hisz előadásra készült. Nem, itt a céltermék most a köles volt. Igen. És azon gondolkodtunk, hogy ebből milyen ízesítéssel mit készítsünk, és úgy döntöttünk, hogy... Istenem, mennyi időtök van. Állni egy tál köles felette, jó lenne egyszer, ennyi időm lenne reggel. Négykor kell, meg ezért. Nem, ez egy pár perces aktus volt így, és utána... De jó hangzik. Utána úgy döntöttünk, hogy turmixolunk. Na, és... ezt mi így hívjuk, mi csak szexnek, de... Igen, nekem már sajnos a reggeli szexre se időm, se energiám, de ha ti turmixoltatok egyet reggel, Gábor, szívet, mindig örülök. Nem? Igen? De ami kérdés volt, az öntet. Öntet? És tőlem is mindig kérdezi a Viki. Mi lesz az öntettel? És egy vaníliás... Igen? Na. Egy vaníliás öntet? Egy vaníliás, fahéjás. Na. Aha. Nagyon rossz fiúk vagytok, azt kell mondjam. Nem, egyáltalán nem vagyunk. Vaníliás fahéjas öntet volt a kölesen? Vaníliás fahéjas cikória öntet volt karob szósszal, ezt akarom kimondani. Ó, ez egyébként jól hangzik. Ugye a cikória kávé az egy kesernyés ízű anyag, ezért egy pici mézet, csicsókaszirupot hozzátéve, és egy kis karob bort. Így készül a köles puding, illetve rá ez a ilyen műcsoki, tulajdonképpen egy csokoládé pótló krém, nagyon ízes, finom. Egy kis barnaris fehérjét szórtam rá, fantasztikus volt. Ja. Barnaris fehérje? Igen, azt belekevertem, nem is rászoltam, belekevertem, ugye az adja a köleshez képest, ugye a barnaris egy teljes értékű fehérjét ad, és ez egy erőkása volt így. Aha. Erőkása. De jó neve van. Na jó van. Gábor, köszönjük, elengedünk, menjél előadni. Köszönöm, jó? Hogy lehettem. Csokoltatjuk a védőnőket, mondd meg nekik. Nagyon köszönöm. Fontos az ő munkájuk. 3:49 lesz pontosan 5 perc múlva, jövünk mindjárt a hármasugrással, SMS-ben lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 múlt pontosan 4 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gáborunkat elengedtük. És... Én egész könnyen. Mondhatni, igen, más világ, amit képviseltek, de ezért jó, mert mindenkinek a saját világa kicsit megjelenik a műsorban, ez ezért izgalmas. Szeretem, hogy állsz, és kicsit feltűnően Annával éppen Gábor mellett, és amikor a fácáncombot berakod egy jófajta libazsírba, jó, Gábor, hogy látom, hogy rámentünk. Figyelj rám, Gábor, tartsd a szemkontaktus, nehogy eldőj nekem, mint Baratot, és látom, hogy megkapaszkodik, imádom. Figyelj, jót, ha ne figyelj. Tartsd a szemkontaktus, Gábor, ne nézz sem, mert velem beszélsz, ne nézd, ne hallgass rájuk, igen. Mérnek a 4-esen Ebesnél, a 215-ös kilométernél a Debrecen felé tartókat, ezt Norbicse küldte nekünk. Aztán azt nézem, hogy mi van, még kicsit ma kevesebb a közlekedésünk, lehet, hogy ez azt jelenti, hogy minden rendben van az utakon, nem tudom. Nagyon sok játék megfejtés jön, kevés közlekedés, nincsen trafi, nincsen dugó. Ennek ellenére, ha valaki lát valamit, azért küldje el nekünk, jó? Mert hogy nem jött ma reggel olyan sok. Na, megnézzük, hogy ki a játékosunk, ha minden igaz, már itt is van, és hármasugrás, játszunk vele. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt, Péter. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Péter, honnan hívsz minket? Budakeszről, most indulunk vidékre. Most mit csináltok ott? Ipari alpinista vagyok, és egy mobil cégnek telepítünk mélykés hálózatot. Aha, figyelj, ki vagyunk hangosítva? Nem, csak a rádió szól itt a kocsi elejébe. Akkor azt egyrészt le tudnád halkítani egy kicsit? És... Most jó? Igen, le van tekerve az ablak, hogy mi platón utaztok? Busz vagy? Mellett állok éppen. Ja, éppen busz mellett állsz, aha, rajon. Ipari alpinista vagy? Igen. Az komoly. Hát az közeli rokon. Állászásban így van. Igen. És éppen mit fogtok megmászni? Hát 3 darab 70 méteres tornyát kell csak megmásznom, úgyhogy nem olyan vészes. De lépcső csak van rajta, nem vagy valami? Az van. Tehát is fel kell menni. Az biztos. A menekülési útvonalam a műsorvezetés utára majd. Neked? Bár egyértelmű. Az ipari alpinizmus, igen? Látlak majd, mit a Dunaplázát takarítani? Nem. Na miért? Hát ott lók. Hát az ipari autódból nem fogsz fölnézni. Például itt takarítjátok a plázákat kívülről, nem? Ipari alpinistaként gondolom. Ugye? Akár.
Akár azt is lehet, aha, igen, de ami nem azzal foglalkozik. Mobil hálózatokat telepítünk. Az komoly. Feri, ez nekünk nincs már. És ebben az időben. Én el tudom engedni ezt. Én iszonyos vagyok, hogy ez teljesen esélytelen. Milyenek a kérdések, Jani? Hú, hát ha tudtam volna. Szerintem menni fog. Menni fog? Nem, olyan brutális. Na, mehetünk akkor? Mehetünk persze. Na figyelj, azt várják, keresem a kérdéseket. Így szól az első kérdés. Mások most az ajándékaink. Nem, a nyakbalkasztó az maradt, ahogy látom. Azt mondja, hogy nyakbalkasztóért, így szól az első kérdés. Milyen nemzetiségű a római katolikus egyház vezetője Ferenc pápa? Argentin. Így is van. Így van! Ja nem. Így van! Így van, argentin. Nagyon jó. Változtak az ajándékok a második nyereményért sapka sál gyerekek. Ezeket most nem dedikáljuk, de a térre és a karácsonyra való tekintettel nem. Ideális. Van. Egy sál. Egy sapka. Egy kesztyű. Egy sílét. Várja, onnan jön. Igen. Egy sál, de néhány öltéssel sapkává alakítható. December 1-től. Aha. Aha. Felejtsd el, amit mondtam. Jó, jó, tehát marad az egérpad. Marad az egérpad. Mondjad, Anna. Én bűnöm, én tévesztettelek meg, behoztam neked kinyomtatva reggel, de ez dec 1-től, bocsánat, hétfőtől lesz. Nem, én vagyok a hülye, te odaírtad, hogy december 1-től. Igen, nem te vagy a hülye, de azt gondoltad. Na mindegy, szóval ne dec 1. Köszi, Anna. Jó van, akkor mi a második nyeremény? A egérpad. Egérpad. Pad. Itt vagy még? Itt vagyok, persze. Tarts ki egy kis ösztűz, de megoldjuk. Azt mondja, hogy így szól a második kérdés. Hányadik lett idén a túrautó VB összetett pontversenyében Mihelis Norbi? Ennyi. Ennyi. Beszéltünk hát, is vele. Egy világszenzáció. Na, mi legyen? Tovább menjünk, vagy megállsz? Milyen kategóriája a következő kérdés? Hát, én nem tudom, hogy itt lehet-e kategóriát felállítani. Sport vagy nem sport? Nem sport, nem, nem sport, sport, nem sport. Akkor megállok. Megállsz? Megállok. Akkor. Nem, hát olyan ügyes voltál eddig. Á, nem számít. Nem tudom, mi a harmadik. Csak a sport lett volna, ami jó? Igen, az. Jó, de eddig az első két kérdés nem sportos volt, és mentél. Uh-huh. A második a sport volt. Ja, tényleg. Szegény semmi, Norbi. Semmi. Technikai. Semmi, Feri, engedd el. Figyelj, de ezt tudnád pedig. Inkább elég. Jó, oké, elfogadjuk, ha megállsz, ez is érthető, akkor megvan a dedikált egérről átét és a nyakbalkasztó. Jó? Küldjük neked. Köszönöm szépen. Jó munkát. Köszi a játékot. Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Én szeretem, ha valaki megáll. Az úgy tisztában vagy a képességeid, de a felméred, és azt mondod, hogy neked ennyi elég, nem kockáztatsz. Végre bejutsz a játékba, érted? Mert rengetegen próbálkoznak, rengetegen akarnak játszani, végre itt vagy. Most van egy egér alátéted, ami tök jó, meg alá van írva, van egy nyakbalkasztó pasztartó, tök jó, de mindannyian jó, tudjuk, gondoljuk tovább, hogy a nagy... És ha elmegy, van, ha nem jön be neki, de, akkor meg azt mondja, hogy végre bejutottam a játékba, és elbuktam mindent. Ez a bajod, hogy negatív vagy. Nem végre elmegy, nem, hanem megnyered, és a nagy vad a tiéd. A kicsi kicsivel is beéri, Feri. Aha, értem, én meg nagy vagyok, ezért én a nagyra törekszem. Hát lehet, hogy... Érted? Ott vagy a kapujában annak, igen, hogy a nagy vad a bögre, az aláért bögre tiéd legyen. Igen. Nem tudom. Jött egy-két közlekedés hír, nincs dugó, akkor gyertek le a pesti rakpartra, pajtik. Jangusz küldte nekünk, Kerepesin dugó és a trolik nem járnak, áramszünet van. Ezt is ebben a pillanatban kaptuk, köszönjük szépen. És igen, nincsen más. Na, 4 perc van pontosan, 9 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra múlt pontosan, 11 perccel. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok. Hello. Jó reggelt. Hello, drága hallgatók. Hogy állunk a virtuózokkal? Juli még nem mondott semmit. Ugye szeretnénk őket meghívni. És kíváncsi voltam, Julival még nem tudtunk beszélni, hogy jönnek, nem jönnek, engedi őket az MTV-re, hogy nem engedi őket. Remélem, a helyesek igazából. Nem szeretnék azzal a kis fiúval találkozni, aki zongorázik, ugye, meg van egy hegedülő kis csaj, baromi cuki, és ugye arról beszéltünk, hogy milyen jó lenne őket meghívni, valamikor bekészíteni nekik egy ilyen kis szettet, beszélgetni velük, és akkor közben itt... És tanítsák meg neked a szamárindulót. A szamár, azt tudom. Ne hülyés. Az a zongorát tudom, meg az Imagine-t is, de semmi mást egyébként. Nagyon nagy vakítás. Igen, nagyon nagy vakítás. Én gyönyörűen politúrozom. Igen, hogy milyen jó lenne őket meghívni, és itt egy kicsit meghallgatni élőben őket, ahogy zenélnek, tök és megnézni lenne az arcukon azt a fajta áhítatot, amit lát az ember a műsorban, mert ugye beszéltünk egyik nap arról, hogy kedvelem azt a műsort, nézzetek bele egyébként is. Jó, tényleg helyes. Nem? Nézed?
Persze, elmondtam, vagy, amikor te mondtam. Ja, mondta tényleg, igen, hogy te is. Azt nem tudja, hogy a Stanway hogy fog ide beférni. Azunk nekik majd valami kis zongoraszerűen kis szintetizátort, ami zongora hangon meg tud szólalni. Van olyan szintetizátor effektben benne van, mintha zongoráznám. Ugye? Van ilyen? Van, van. Behozunk, meghozunk brácsát, csellót, hárfát. Így van, gordonkát, amit akar. Gordonkát, bármit. Egyébként igen. Ha meg azt nem, akkor egy triangulumot, az biztos, hogy befér. Bármi, csak játszanak nekünk. Pulán most állt ki a trafi, pálinkás szállító küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Sopron kópháza között hosszú sor, kamion a körforgalomban áll, ráadásul a rendőrség irányít. Ezt Robi küldte nekünk. Aztán Szigetszent Miklós M0-as M7-es Budaörs hatóságmentes jójárható szélvédős Feri üzente ezt nekünk, aki szerintem ugyanezt az üzenetet elküldte tegnap reggel ugyanígy ebben a formában. 8-as főút Veszprémtől Vasvárig minden rendben, csak a szokásos útfelújítás zajlik, ezt Könyves Nándi küldte nekünk. Potyka Peternél a 6-oson mérnek a rendőrök, üzeni Csavargó, és van egy trafink Algyőnél a 47-es úton. Ezt is ebben a pillanatban kaptuk. Köszönjük szépen. És van nekünk 3 gyémántgyűrünk is. Így van. Juhé! Bizonyám, hogyha valaki el szeretné a párját, kedvesét, szerelmét jegyezni, és ehhez kellene neki mondjuk egy gyémántgyűrű, aminek a gyémántköve brillmódra van csiszolva, akkor az írjon nekünk egy levelet az eljegyzes@klasszfm.hu-ra, és mondjon egy pár szót, írjon egy pár szót a kapcsolatokról, a szerelméről, pontosabban arról, hogy miért is ő a nagy ő. És ha mi úgy döntünk, hogy ő a megfelelő emberünk, akkor a jövő héten kimegyünk hozzá, és átadunk neki egy gyönyörű szép gyémántgyűrűt. Bizonyám, a fiúval vagy a lányjal elmegyünk az adott másik félhez, ugye? És ott megkérheti a kezét élő adásban. Azért ez nem lesz gyenge. Az lehet nem. Szépeket mondani, sírni, jaj, de jó lesz. Igen, az helyes lesz. Na, van valami az interneten, amit találtam. Ugye tegnap megmutattuk a japán Queen-t. Az szenzációs volt. Pontosabban nem is én találtam, hanem egy hallgató küldte, hogy ugye mi sokat hallgattuk ki, akint Afrikában a szándokán. Mi van? Jó lett. Nem. Jó lett. De megismered, a gitárdal azonnal megmondol. Mindenki tudja, hogy mi ez. Na, most van szándokán máshogy. Csak hogy szól, hallgassátok meg, nagyon, nagyon finom. Hát ebből már megmondod. Tancsím směrem, kterým kránu, srdce háksi kormoránu. Kormoránu. Nebe s mořem zpívá, v té dálce vlce ostrov skrývá. Te érted, mit mondod? Nem, ez cseh. Ha érteném is ma szlovákul kicsit, de... Země, kterou zázrak stvořil, palmy, džungle, písek, skály, a jenom... Vajon a mi nyelvünk is ennyire fura, amikor szándokánt énekelnek? Valószínű, nem? Igen. Tam je přístav, malý přístav, a když vítr začne správně vát, tak vyplouvá. Sandokánu, Sandokán, Sandokán, velký vládce a pán oceán. Sandokán, Sandokán. Hogy ugye a sláger idegen semmi, nyelven, illetve semmi. Nem a megszokott nyelven, ezzel foglalkoztunk tegnap, és japán Queen-t hallgattunk. Leguán. Kormorán és leguán van benne, tehát nem azt a szöveget éneklik, nem. Amit a magyarban. Csehítették. Csehítették, leguán nincs a magyarban. A híres cseh leguánok. Leguán nincs a magyarban, nincs, ugye? Kormorán se leguán. Annyira rákattantam, minden nap meg akarok hallgatni kormorán valamit. Kormorán azért van a magyarba. Már de a magyar verzióban. A magyar ja, dalban? Nem. Az csak ahogy hívják. Az a radárban, zenekarban, mindenben. Igen, de leguán sincs a magyarban. Nincs, tehát, az nincs. Nincs. Ugye tegnap meghallgattuk a japán Queen-t, ami azóta hát igazából sláger lett. Ha valaki esetleg nem hallotta volna, csak egy pici nosztalgia. Hát ez gyerekeket, ezt még este 3-szor meghallgattam. Vajon van azerbajdzsáni nyelven, örmény nyelven, pakisztániul, mindenhogy? Biztos, hogy van. Spanyolul, portugálul. Ajon. Ez hasonlít. És pedig ez hasonlít. Ez az úgy, az hasonlít, igen. Úristen, de jó lenne ezt meghallgatni kirgizül. Figyelj, én rámegyek erre. Én találok minden napra valamit más nyelven. Jó, komolyan mondom, megkérdem csehül, lengyelül, portugálul, és nem tudom, tényleg spanyolul, mert az is izgalmas egyébként.
Olyan történetet hallottam rólad, Feri, az előbb, mi kim voltál dohányozni. Hogy ez rólam? Hát na tényleg te van, nem a te napod. Na mesélj, szóba jött itt egy bizonyos témakör, ami mindig nehezen megy a férfiaknak, vagy a nőknek. És kapok ma még? Mi van veletek? Mi van veled? De miért én? Miért engem? És arról beszélgettünk, hogy egy tegnapi edzés után, én voltam edzeni, kinek nehezebb bemenni egy öltözőbe, a férfiaknak vagy a nőknek, pisilni, öltözni, kikit néz meg, miért nézik meg a férfiak egymásét, ha pisilsz, átnéz egy férfi. És rólad köztudat, hogy... És rólad köztudat, nem. Hogy szoktam nézelődni, mi? Na gyere, Anna! Várj, és erről beszélgetünk, mert hogy maga a téma egyébként baromi érdekes, hogy mi, kinek hát nehezebb? Hát baszúrsz a reggeli kávénk után. Hát nem kapok több kacsát, meg libamája. Nem, biztos, hát hogy dohányoztunk, és közben arról beszélgetünk, hogy... Csak én nem dohányoztatok. Igen, te elmentél dohányozni, és a témánk az volt itt a hírek alatt, hogy kinek nehezebb a férfiaknak bemenni egy férfi öltözőbe, elmenni pisilni, a nőknek elmenni pisilni, átöltözni, a nő a nőt megnézi egy zuhanyzás közben, a férfi a férfit jobban megbámulja-e, miért tudnak a férfiak, vagy nem tudnak piszoárba pisilni, miért jobban nőknek, hogy ajtó mögött pisilhetnek, miért nincs ilyen a férfiaknak. Igen, Anna, te jössz. Várjál. Bejött Anna, és azt mondta, hogy ehhez a Feri biztos, hogy hozzá tud szólni, mert van egy nagyon durva sztoria. És mondtam, hogy nekem tetszik, hogy így ezt Feri nélkül elmondod, mondd már el. És Anna elmesélte. És ez a sztori tényleg durva, Feri. De hogy le? De hogy? És most már értünk mindent, Feri. A barátságunk, ez nehéz lehetett feldolgozni. A 14 év, ami mögöttünk van, az neked smafu, te szembe köpsz engem. Te figyelj, hát indultunk ugye onnan, hogy zsibbad a lábujjad a dígócipőtől, utána jött a cigi. Jött az és szerintem föltesszük a koronát 4-10 után. Aha. Na van egy sztori, de... És honnan tudod? Honnan tudod, és mit? Ja. Te meséltél egyszer egy sztorit nekem. Melyiket? Vagy hát így, na, várjál, nem mondd még el, nem mondd még el. Mondom. Hát hogy mondom, én különösen mondom, mert elmondod te. Ugye a téma az volt, hogy kinek könnyebb, vagy miért könnyebb pisilni, vagy hogy könnyebb pisilni. A nők miért mennek ajtó mögé, nekünk férfiaknak nehezebb, vagy átnéz egy másik férfi. Vagy tegnap volt egy nyilvános öltözős élményem, nem akartam behozni műsorban, de elmondtam, hogy voltam sportos, és bementem egy férfi öltözőbe, fura dolgok vannak. És megnéztek. Az csak hagyján, de beszélgettünk arról, hogy te átnézel-e, és rájöttem, hogy én kicsit mindig átcsekkolok. És aztán... Hát, itt te emberi életeket teszel tönkre ezzel. Ne, szerintem ez egy férfi reflex, abszolút, hogy valaki beáll melléd, és hogy a nők is átcsekkolnak-e, de nem tudnak, mert ajtó van. És Anna bejött és elmesélte, hogy neked volt egy traumatikus élmény egy gyerekkorodban. De tényleg most ezt is meg akarod kapargatni? Hát most gyerekek, de... Alig vártam, hogy piros jelzést kapjon a mikrofonunk, persze, hogy ne. Hogy bementél egy férfi mosdóba pisilni gyerekként. Jaj, látod, de úgy sajnálom. Te menjél innen! De sajnálom, gyilkos. Most ennyi ember tudja meg. 2 millió ember. Igen, ennyi ember. Tudod, ne, nekem mondasz valamit, az olyan, mint a hangszóróban mondanád. Ugyanaz, ha belemondod a mikrofonba, és hírek alatt nyugodtan bekiabáltad. És hogy te azért vagy frusztrált a férfi WC-ben Anna szerint, mert hogy megmaradt benned egy gyerekkori élmény. Én gyűlölöm, ha mellém állnak. Ahol bejött egy felnőtt férfi, és te gyerekként álltál. Így van. Anna azt mondta, hogy egy idős bőrdiszműves volt. Szakmai szemmel néztem. Hogy mit lehet belőle kihozni, mi? Te álltál gyerekként, ő állt felnőttként, és szörnyű módon, mindenféle szemérem nélkül, gátlás nélkül a kis Ferit brutálisan megbámulta. Most lehet röhögni rajta egyébként, meg lehet ezzel viccelődni, János. Hogyne. Te a tökéletes ember, te ne röhögjél. Azért beszélünk a róla, tökéletes ember. Mert ezzel lehet viccelődni. Kérlek szépen, az újkígyós nyerges újfalú viszonylaton közlekedtünk édesanyámmal, ami azt jelentette, hogy Budapesten már nagyon kell pisilned, mert azóta újkígyósodra utaztál 5 órát, és a keleti pályaudvarban nál lementem, 8-10 éves lehettem, lementem a nyilvános WC-be, és én olyan hülye, ahelyett, hogy bementem volna egy ilyen fülkébe, odálltam a pisszoárhoz, mert hát nyilván 10 évesen az neked újdonság, vidéken olyan nincs, tehát hogy kipróbálom. Volt 12 darab pisszoár, én odaálltam azt hiszem a 11-hez, tehát hogy nem a közepén, tök üres volt az egész, és bejött egy ilyen 40 éves ember, aki odállt közvetlenül mellém a 10-hez. És már én akkor nem értettem, hogy miért? Te miért odaállsz mellém? Miért nem állsz a szabadhoz? Van még 10, érted? 8-as, a 7-es, nem? Az 1-es, a 2-es, miért nem? És utána meg az történt, hogy ő is elővette
amit ilyenkor a férfi ember elővesz, én már ottan csorgattam, és így átnézett, mert a piszvárok között ugye volt egy nagyon pici kis elválasztó. Kis falacska, igen. És elkezdte nézni. Nem tett rá megjegyzés szerencsére, mert akkor azt hiszem, hogy a szexuális életem is a romokban heverne. Elkezdte nézni, és én nem tudtam mit csinálni, érted? És így ránéztem, hogy mit néz. Mit néz a bácsi, vagy valami ilyet mondtam. És oda is szóltál neki, hogy mit néz a bácsi? Igen, igen, ne nézem már, vagy nem emlékszem pontosan, de hát akkor én már pont végeztem, eltettem, amit el kellett, és kirohantam. És én azóta, ha ilyen piszváros helyen vagyunk, ha valaki beáll mellém, nekem végem van. Tehát nem jön. Nem jön úgy, hogy majd megdög lesz úgy kepisilni. Ez nagyon beteg sztori. És nem jön. Dehogy, Jani, ez tök jó. Nem, ez egyáltalán nem jó. Nem, ez nem a témák, amiről mi a szünetben beszélgetünk, hogy a férfi csekkolja az zuhanyzásnál. A nő a nőt megnézi? Ha lenne nyitott piszuár, akkor ti átnéztek, vagy ti nem néztek át? Vagy ti a zuhanyzóban például csekkoljátok egymást? Zuhanyzóban, igen. Anna úgyis átnéz, hogy beül a fülkébe és alulról. Persze, zuhanyzóban igen. Zuhanyzóban igen? Igen. Igen, igen. Én szerintem igen. Tehát volt olyan közös zuhany, sportolás után, és én meg olyan nem is szeretem. Nekem ne nézegessék a fenekemet. Na de neked nincs mit szégyelt, a férfiaknak van. Hogy dehogy nem, akkor ott van egy kis narancsbőr, mit tudom én, egy picit nincs úgy, hogy gyönyörűen leszedve a lábad, mondjuk már mered kétszer száll kicsit jobban, de van egy nőnek is, akkor az olyan kellemet, és akkor pláne, hogy ilyen tökéletes gyönyörű sportolás után szolárium, ez nem tudom, hogy fiatal, jól is néznek ki. Nem mondom, hogy szemét, így van, fiatal, azt mondja, hát figyelj, most nem. Inkább egyedül. És akkor az miért van, hogy a férfiak közben, ha beáll valaki mellük a piszvárba, ők automatikusan, te átnézel? Én? Nem is látok át. Jó, mert magas az elválasztó pont. Jó, akkor úgy kérdezem, hogy fölrakod a kezed és fölhúzod magad? Vagy? Nem, persze, nem. Mit kapaszkodik itt János? Végezze a saját dolgát? Nem, egy kampot szoktam földobni, kötéllel felmászok, lenézek. Nem, én nem nézek át. Azt csekkolom, csak átnézek, hogy nézek. Ugyanazt csinálom, amit a Feri is csinált annak idején, de nem jött be neki, hogy én mindig a legszélsőt, a legeldugottat, hogyha adott esetben tele vannak, akkor megyek be egy zárható WC-be, és ott intézem el a dolgomat. Én utálom ezt a csekkolást. Azért nekem a honvédségnél éppen elég ilyen traumatikus élményem volt, mert ott nem voltak elválasztó falak, ott végig csak a piszvárak egymás mellett, és 30 darab. Tehát hogy ott azért reggelenként parancsra pipilni, úgy, hogy közben melletted állnak a társaid, jobbról is, balról is 15-15 ember, vagy 14 és 15, azért az kemény. Annyira kíváncsi, hogy egy férfi vagy nő találta ki a piszóát. Tehát ki gondolta azt egyébként, hogy neked az annyira könnyű? Nem? Mert hogy egyébként nem egy könnyű élethelyzet. Hát egyáltalán az eredetileg lóetetőnek lett kitalálva. Egyébként a régi piszoár az olyan volt, nem tudom, emlékeztek még a gyerekkorunkban, hogy egy hosszú vájú. Egy hosszú, igen. És akkor igen, jár, az még szörnyű. Egyébként az furcsa, hogy alakult ki ez a gátlás, amit mondasz az emberekbe tulajdonképpen, vagy ez a fajta, nem is tudom, hogy mondjam, így, szemérmesség. Mert ugye például az ókorban a görögök, rómaiak ültek konkrétan egymás mellett, és a nagy dolgokat is úgy végezték, és közben beszélgettek. És társasági élet folyt. Pontosan. Olvastak, ültek, bement, kiment, és közben dumáltak, megvitatták az életet, ott elfogyt szépen alattuk egy ilyen kis patakocska, és elmosta a cuccot. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez mikor alakult ki így az emberbe ez a fajta dolog, amit mondasz. Na, de nektek saját ajtótok van. Igen, nekünk, hál' Istennek, csajoknak, igen. Már mi a különbség? Van már dupla WC. Van. Mi a különbség? Van, ugye? Tehát, hogy miért gondolják azt, hogy a pasiknak egyébként könnyebb a piszuárnál? Mert gyorsabb, mert igen, nem kell leülni pontosan. Talán, és a leülés már ad egyfajta intimitást? Igen, igen, mert gyorsabb. Tehát miért nem választják el ajtóval a piszuárt? Vagy legalábbis egy olyan fallal? Érted? Igen, teljesen igazad van. Miért egy nő találtak, és azt gondolja, hogy ez könnyebb? Hogy az nekünk megy, nem tudom. Hogy ez a férfiaknak megy? A legnagyobb ilyen, azt meséltem nektek, pár évvel ezelőtt a szigeten divat volt, most nem láttam, hogy ilyen műanyag gúlák vannak letéve, hármas osztat van benne. Megvan? És szemeztek egymással, de pár centire vagy csak. Az a durva. Ez egy műanyag, az alja az mű 2 méter átmérőjű gúla, hármas osztat van, odaállsz, semmi, de nem úgy van, tehát nem kell bemenned egy helyiségbe. Érzed a másik sörszagát. Ja. És közben nem ott járkálnak melletted az emberek. Durva. Tehát nők, férfiak, gyerekek, idősek ott mennek el, és te ott állsz, elő a kis pimpi, és a szemedbe néz a másik. Hogy? És beszélgetsz velem? Hát nem beszél, én oda se állok. Nem bírok. Csabd, mikor lesz a nagy színpadon? Én most ezzelre megyek. Csab, bácsi, nem mondott akkor semmit? Nem, hála Istennek, nem. Gyere vissza, Ferkó van, kis cukorka, vagy nem volt ilyen? Nem.
Semmi? Nem mentünk tovább, én gyorsan elraktam, és kirohantam. Dezső nagybátyád vagyok, adja a földről, nem ismersz. Igen, Ferike, te nagyot nőttél, Ferike, hozzánk jöttetek föl. Hát igen, ez egy érdekes dolog. Szörnyű volt. De a zuhanyzás és ugye a férfi edzés, egy női edzés után... Az is fura, hogy ti együtt zuhanyoztok, pasik. Ti nem zuhanyoztok együtt? De mondtam, de igen, de az valahogy nekem, nem tudom már, hogy bemegy, bár aztán fene tudja, nem tudom, de olyan furcsa, hogy ott ugye bementek együtt zuhanyozni. Hát ott nem stírolitek egymást? De várjál, hogy? A nőknél... Hát, miért nektek külön van, nektek külön, nincs külön a zuhanyzó, hanem nincs, edzés után. Nincsen, azért van mondom, egy hogy én nem szeretem. Vannak ilyen külön, de hogyha ti mondjuk, nektek van olyan zuhanyzó, hogy együtt zuhanyoztok, férfiak? Igen, egy zuhany rózsa, és így összejünk 68-an. Egy szivacs van, zuhany rózsa, és mindenki áll egy alatt, hát nálatok is van. Ugyanaz van nálunk is. Aha, de ott olyankor nem kijöttök, még magatokra tesztek a török között, addig végignéztek a másikon? Szerintem a férfiak igen. Ugye? Megnézitek. Tehát szerintem ezt őskorból hozzátok, ilyen alfa hím állapot, hogy ki a vezér, mi? Hát ott az zuhanyzóban eldől. Kinek van jobban? Hát igen, ez nem, igen, nincs ez találkozik szerintem egymással, az... megszagolgatják egymást. Gyere, bütyök, menjünk zuhanyozni, tudod? Ez az, igen, tehát szerintem igen, a férfiak nézik egymást. Ahogy van, igen. Ez az átcsekkolás is a piszuárnál, hogy kicsit, tudod, átnézel, vagy azt nézed, hogy ő néze, de ha azt nézed, hogy ő néz, akkor ő valószínűleg néz, és akkor próbál, tehát valaki valakit mindig csekkol. Igen. De nők is szerintem, én ugyanígy tudom elképzelni. Rivalizálás van, szerintem is, csajoknál is van, abszolút. Hát én is megnéztem, hát most megnéztem a másik csajokat. Ja, de ez nem egy ilyen direkt rivalizás, a fiúknál se az, mert hogy kimegy középre a placra az alfaim, sokat sejthetően lenéz, aztán fölöz, és azt mondja, srácok, bocs, hogy elszúrtam a napotokat. De hogy nem, ugye, Bondi termekben van ilyen. Tehát van az a típusú alfahím, aki azért így el van eresztve, és kb. 15 percig törölközik mesztelenül. Az egy típus. Tehát beáll az öltöző közepére tök mesztelenül, te ott állsz a kis törölközödbe, ha zuhanyzol, meg én mindig szeretek, meg ha van idő hazamenni, akkor inkább otthon zuhanyzom. És így az nyilván ez beszédtéma is. Hogy? Balázs ma se zuhanyzott, hallod? Bügyesen mentem. Hát jó, hát tudod, fülöttük már egyet, bütyöknél kívsz, úgyhogy nincs nagyon miért okom zuhanyozni. És áll 15 percig, és ilyen nagyon látványosan törölközik. Az egyik lábát nagyon letörli, megtörli, alátöröl, körbetöröl. Van az a típus, aki mesztelenül jön, megy az öltözőbe. Oh, az 10 percig nem. Én láttam olyat a múltkor, tudod, hogy megállt bennem az üt egy pillanat, de azért ezen az ember átsiklik, tehát jársz, edzel, tenisz, kars, sok mindent látsz. 15 percen keresztül mesztelenül szárított a haját. És állt, és tudod, azért a jó érzés, hogy maga köré teker egy törölköző. Legalább. Igen. Meg volt áldva, tehát megnéztem, mondom, barátom, hát én is így szárítanék, hogy értem én, hogy büszke vagy rá, én is az lennék. Sőt, utána begizezni még egyszer. 15 percben sok minden belefér. Haza sem mennék, learatnám a pillantásokat, és még egyszer lefürdenék, hogy tudjak újra törölközni. Már 3 perc a haja. 12-től le. De hogy egy ilyen rítusszerű hajszárítás, tudod, amikor azt érzed, hogy tesó, vegyél már föl egy alsókat, hát nem azért örülök, nyilván a csajod is örül, büszke vagy, jó, pacsizzunk hátba, mert nem vagyok alá fújnék, meg nem, nem vagyok irigy, de vegyél már föl valamit, mert még kell 15 percen keresztül mesztelenül, nagyon látványosul van, szóval, úgy, hogy közben azért a pörgetsz egyet, tudod. Csajoknál is van ilyen, aki tipikusan mesztelenül szárítkozik, mert ő a jó nő az öltözőben. Így, pontosan, nagyon sokáig törli a cicijét például, látványosan. Nagyon kelleti magát, masszírozza, nézegeti magát, dobálja a haját föl, ott még alul a tövénél. Teszi, Anna, jól teszi. Persze, igen. Csak hát meg kár, hogy mi nem vagyunk ott. Igen. Hát be tudjuk magunkat akkor sorolni. Így végignézzünk a zuhany, és azt mondjuk, hogy ahogy nagyjából belövöd magad, hogy a sorba hova, mint hogy ti is belövitek magatokat. Hát és visültek a zuhany alatt? Nem, én nem szeretem. Nem szoktál? Nem. A csajok nem? A csajok nem? Legugolnátok. Mi legugoltok? Tényleg? Hát akkor nem gugolnátok. Barbie, állj már föl! Barbie, négyen vagyunk az öltözőben, mert a parik szerintem csalnak. Hát de a meleg íz alá jön az inger, persze. Szerintem. Gyorsan szappanozol, hogy gyorsabb legyen, abban nem látszik. És a közben. Tehát te nem gugolsz le. Nem. De azért olyan nekünk, hogy végig folyna a lábunkon, tehát hogy úgy azért az nem annyira. Hát ott közben folyik a víz. Hát jó, de nem. Gugolva? Nem, Google, átott meg széles, nem jön, akkor meg... Széles terpezben, mint a kislányok. Aha, nem, hát valahogy nem. Én részemről nem, aztán lehet, hogy van, aki igen. De akkor nálatok is van a jó nő típus, aki mindent megtesz, csak ne kelljen ruhát venni magára. Persze, nagyon sokáig szárítja magát, mászkál, beakad a flip-flop papucs a lába ujja közé, akkor lehajol, bepucsít, hogy még jobban lássa, hogy mennyire gyönyörű kerek, feszes popsia van, nulla narancsbőrrel, igen. Hát én ekkor hasaltam el ezzel a sportmozgalommal, pár évvel, 5 évvel ezelőtt egyszer elmentem egy ilyen edzőterembe, és akkor ott próbálkoztam valamivel, mondták, hogy hagyd abba, így nem lesz, nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg, hanem utána elmentem, lefürödtem, felöltöztem, már ültem a kis padon,
két oldalt volt bepadozva a sztori, leültem a szekrényem elé a padra, mert kötöttem be a cipőmet, és felnézek, és a szemben tőlem 2 méterre lévő padnál a csávó frissen tusolva megérkezett, letette a cuccát, és felém háttal állva, ő 2 lábát lezárva úgy érezte, hogy ott neki még le kell nyújtania, és felém, esküszöm, felém így érte, fölnézek a cipőkötésbe, kíváncsi a pendére, hagyjál már. Én nem csodálom, hogy dohányzol, én minden megbocsátok, neked ne szokjál le. Tehát megbámulták a Brédet 10 évesen egy furabácsi út. Benéztél egy blendébe, aki hát, éppen mesztelenül nyújtott, érted? Hát, ennyi, figyelj, egy méterről. Ne hagyd abba, dohányozzál. Mit látnak ezek benned? Valami súgó vagyok, de a férfiaknak is. Mondom, a másik típus az öltözőben, szégyellős típus, alsógatyában, boxerásóban vagy fürdőnadrágban zuhanyzós, megvan? Az is. Igen. Tehát akkor már inkább ne zuhanyozzál. Az megvan az a pasi típus, aki nem vetkőzik le, és úgy zuhanyzik. És azt tudod, hogy ott valami nagyon komoly frusztráció van. Tehát az őt sajnálod. Igen. De akkor miért nem zuhanyzik otthon? Tehát fürdőgatyába beállni 6 mesztelen pasi mellé. A csajoknál ilyen nincs. Tehát a csajoknál nem nincs, nincs, nincs fürdőruhám az zuhanyzás? Nincs, azért nem állunk be úgy. Nem. Viszont én is láttam egy olyan pasit, aki úgy ment be a zuhanyzóba, hogy csukodott ugye az ajtó, hogy közben megcsókolgatta az izmait. Tehát, hogy ezzel emeltem ma, ezzel. Egy igazi alfahim volt, és végig csókolgatta magát, ezzel bement a zuhanyzóba. Hát nem volt rossz nézni, láttam a férfiak arcát, így végsvenkeltem, mindenki le volt dermedve, ezzel neked köszönhetem, te ma is oda. Csinálta. Hát nem tudom, nem tudom, nem tudom, hát én kinéztem belőle, hogy nem. Ilyen is van. És olyan van, hogy kiszúrott, hogy valaki stiről? Mert nekem volt ilyen. Tehát bementem öltözni, elmentem zuhanyozni, és azt vettem észre 8 perc után, hogy a csávó mindenhol ott van, ahol ott vagyok. Jaj. És elkezdtem vetközni mellettem vetközőt. Elmentem a mosdóhoz, jött mellettem a mosdóhoz. Elindultam a törölközőt, az így jött. Zuhanyoztam, együtt zuhanyoztunk. Kimostad a szemedből a szappalbot ott. és nem szólt meg, végig minden egyes, ahogy átmentem a különböző fázisokon, folyamatosan jött utánam. Tehát nincs ilyen, aki mondjuk ugye a saját neméhez vonzódik, vagy kíváncsi. Én itt arra gyanakodtam, hogy 10 perc után vettem észre, hogy ugyanazt az arcot látom 1 méterre tőlem. És folyamatosan jött a pacák egyébként. És ez nem... csak azért volt, mert nem találta a Ferit. Mert valójában minden már várt, hogy megszólít, mond valamit, kérdez valamit, és nem. És tirölt, és nézte, hogy öltözöm, és végignézte, hogy fölöltözöm, tudod, és ilyen nagyon-nagyon-nagyon bizarr volt. Ez az, egyébként. Csajoknál nincs, ilyen? Hát tuti, hogy van, nekem nem volt ilyen élményem, tehát engem még így nem sérül, maximum azért, hogy nézd, majd nézd. Nem volt ilyen, nem. Aha, tök jó egyébként, mennyire tipikusan férfi gondolkodásmód, hogy minden, ami velünk történik, undorító, minden, ami az Annával történik, az izgalmas. Juni, te edzel, vagy csinálsz ilyet? A férfi és a női öltözőbeli különbségeket taglaljuk éppen, hello. Én szoktam kukucskálni. Te kukucskálsz? Hát úgy öltje a szemem sarkából. De mi stírolod a többi nőt? Meg. Hogy? Igen. Hát, hogy megnézem magamnak. Megnézed magadnak? Meg, tehát, hogy igen, nyilván nem állok és bámulok bele, miközben tusol. De megnézed a fenekét? Hogy megnézem milyen? A fenekét, megnézem a ciciét, megnézem a combját, nagy unáját is megnézem. De mi? Hogy milyen? Hogy jobb nő-e, mint te? Igen, és akkor úgy szorzok, hogy hány éves lehet-e már gyereke, akkor magamra nézek, azt mondom, hogy akkor én sokkal jobban nézem. Ja, igen, gyűjtöd magadnak a jó pontokat. Így van, pontosan. Tehát hogy azért ez fontos. Még ilyen nekem is volt. De nem úgy, hogy csekkoltam, csak egyszer ki... Jó, neki már van 2 gyereke. Nem, kijött egy férfi mesztelenül, és nem hittem el, amit látok. És mondtam, hogy gondoltam. De ez elő vagy hátul volt, amit most mutattam? Elő. Ez mi? Ez Feri. Ez melyik volt a csukjás izom? Nem, ilyet nem. Egyikötök se látott ilyet. Tehát így könyvbe lábadt a szemem. Szakaládé. Figyelj, konkrétan azt hittem, oda megyek, hogy gratulálok neki, vagy elkérem a receptet. Nem hitted el. Nem hitted el, és az volt, hogy törölközöl, és visszanézést, lát, ott a... öltözöl, felveszed a... És még jobbra, mindig... Jobbra-balra behorpadtak az öltözőszekrény ajtó. És még mindig, pedig tényleg feleségem a gyerekem, de nem, de egyszerűen az a pillanat, amikor nem hogy nem tudod levenni róla a szemet, hanem amikor így zavartan elnézel, de van egyfajta ingeret, hogy visszanézél egy pillanatra, tehát átadnád az Oscar-díjat, gratulálnál neki, és azt mondtad, hogy megvagy. De jó, akkor meg kéne. Figyelj, ne haragudjál, de most tényleg megkérdezem, hogy ez is. Ne haragudj, hogy? Szoktad mérni? Szerintem döbbenetes. Na jó, de akkor csajok is csekkolják egymást. Hogy? Hát én biztos, hogy csekkolom szemem sarkából, nem feltűnően, de azért végig szoktam nézni a nőket. De középiskolás korotokban ti fürödtetek együtt fiúkkal? Há persze. Há, hogy ne? Hát torna óra után. Egy tus alatt szerintem egy kicsit bizarr. Egy tus alatt? Hogy egy rózsából folyik, és akkor ott nem, hát az nem volt. Mert ilyeneket túl vagytok?
Nekem nagyon ilyen, annyira, de a mai napig megvan bennem az emlék, a Szekeres Nórával tusoltam így együtt egyszer egy ilyen nagy balatonozás után, és hogy konkrétan zavarban voltam ott mellette állni, pedig én akkor... Bejött a Nóri? Mi? Már csak kérdezem. A nőnél mitől van zavarva? Tehát, hogy jobb nő vagy? Igen, mert igen? Látványosan nagyon csinos. Aha. És hogy akkor, tehát, hogy ott annyira pőre ő is, meg én is, és hogy ott akkor már nincs mit takargatni, és amikor azt látod, hogy ott áll melletted egy ilyen Vénusz, aha, és te meg nem vagy. Jó, hát az ember automatikusan hasonlítja magát, persze, uh-huh, de hát ez nem baj, szerintem, tehát ez benne van. Én Willendorfi Vénusszal zuhanyoztam már. Érdekes helyzet ez egyébként. Az öltözés, a közös pisilés, a piszuára, a bámulás, de nagyon, nagyon sok ilyen élethelyzet van. Én nem vagyok pisíri, tehát, hogy én, uh-huh, én simán pisilek. Bárkivel megosztott szívesen. Hát végre már éves tőled. Igen. Tehát hát, nem tudom, nekem a pisilés az... Na jó, de nektek van ajtó. Van ajtó, nektek persze. Van ajtó. Hát próbálj meg egyszer állva egy ilyen piszuára így föltelepedni hátulról, és úgy kérdezd meg, hogy egy nő melletted mondjuk fölüljön hátulról a piszuára, hát szerintem azért akkor pisíri lennél. Tehát, hogy az érthető. Sose kellett még piszoárba pisilnem, tehát ez lehet az oka. Én mondjuk, amit elképzelhetetlenek tartanék, az azt, hogy úgy nagy vécézzek, hogy valaki ott ül mellett. Jó, hát az érthető, de persze. Igen, hát azért vannak ilyenek, de hát azért én már láttam egy-két olyan felvételt napjaink latrináiról, ahol hát mit van Ázsiában, persze. Oroszországban, de az más kultúrkör, ha így nősz föl, akkor megszokod. Hát tehát ez egy más hagyomány. Ide születtem. Persze. Ne, akkor tök természetes. De meg egyébként mit dumálsz a mesztelen szaunázásoddal, az nem ugyanaz, hogy ott ültök és lóg, aminek lógnia kell? Nem úgy, a mesztelen szaunázás az nem ilyen. Tehát, hogy valahogy akkor ott az ember ezt jobban bevállalja, meg letakarod magad egy ilyen szauna lepedővel. Nem, azért az nem néz ki, hogy én ülök egyedül a szaunában egy angol spárgában, és te bejössz, hello Feri, olyan dobsz egy blendét, tudod, és akkor ott ketten angol spárgában megvitatjuk. Ezt fejenállás! Tehát, hogy azért az osztrákok nagyon-nagyon durvára szólnak, ha például te bemész ruhába, tehát az ott szentségtörésnek számít, de Magyarországon azért eltakarhatod magad egy szauna lepedővel. Tehát abban nem köt bele senki, rajtad van, tehát azért ott nem úgy vagy, mesztelenül ülsz a fán, és akkor utána valaki bejön. Tehát azt szerintem ott azért van lehetőség arra, hogy eltakard magad. Na jó, nagyon sok SMS jött, mindjárt megnézzük, hogy ki mit gondol, férfi öltöző, női öltöző. Jó, rengeteg hozzászólás jött, nagyon sok hallgatónk edz, és... hát vannak tapasztalatok, hogy mi a különbség, vagy mi a hasonlóság a férfi és a női öltöző között, úgyhogy ezzel jövünk mindjárt, és a nap legjobb pillanataival 3-4-10 lesz, pontosan 6 perc múlva. Morning Show. Klassz FM-en. 3-4-10 van pontosan, jó reggelt kívánom mindenkinek. Jött nagyon sok SMS, ugye férfi öltöző, női öltöző, mik történnek, ki a szégyellősebb, miért könnyebb a nőknek, miért nehezebb a pasiknak, erről beszélgetünk 9 óra után. Ugye rengetegen járnak sportolni, hát mindenkinek van élménye igazából, hogy mi történik egy-egy ilyen öltözőben. Ide egy hallgatónk, egyszer egy öltözőben valaki rácsapott a fenekemre. Amikor ránéztem és ő is visszanézett, láttam a döbbenetet az arcán, majd zavartan közölte, azt hitte, a lánya vagyok. Ez egy női öltöző, igen. Pár hónapja jártunk a férjemmel, mikor náluk voltunk vendégségben, és a sógorom nyitott ajtónál kakilva beszélte meg a barátnőjével a nap történéseit, majd rám köszönt, hogy hello! És te is itt vagytok! Igen. Haverom sírva mesélt a palack farkú paliról, a munkahelyi zuhanyzóba. Traumatikus élmény volt. Hát, várják, hogy merre felé érted? Mindenkinek gyereke. Igen, férfi női öltözőben mindenkinek van traumatikus élménye. Konkrétan a csapattársam azzal játszott, hogy a fél literes kulacs aljára leért neki. Ezt mutogatta mindenkinek. Viszont szűkszájú kulacs, tehát be tudta rakni. Igen. Csajkoleszban laktam egy évig, volt olyan lány, aki egyrészes fürdőruhában zuhanyzott mindig. Édesem, hát ő valószínű, hogy meglehetősen gátlásos volt. Sziasztok, az úszodákban, strandokon is van ilyen magamutogató ember, legtöbbször 60 év felettiek mesztelenkednek az öltözőben hosszú ideig. Közel 30 évesen a mai napig egy pillanatra megállok a fejlődésben. Én meg nagy szemérmesen elbújok a türcsi, aláírja Anna Mari. Egyébként igen, az idősebbekben, akik edzenek, úszodába járnak, ott már valahogy úgy olyan minden. Nálunk a 40 feletti nők jönnek, mennek percekig mesztelenül, és nem jó nők. Nekem az a nagy trauma, amikor a szaunában tök pucéran terpezben ülnek a 60 éves mamák, írja valaki. Én focizom, 15-16-an szoktunk együtt zuhanyozni. Hát
Egy zuhanyzó van, gondolom. Az egyik csapattársamnak akkora van, hogy ezredesnek hívjuk, és tisztelgünk, amikor belép a zuhanyzóba. Megyünk ez jó. Ez az úr! Szép napot! Előjáró érkezett! Aztán egy nagyon kellemetlen típus, amiről beszéltünk, a haverom mesztelenül nyújt az öltözőben. Azért az nagyon kellemetlen, amikor mesztelenül nyújt. Te meg ott ülsz, szipőt kötsz és a blendert. Ez mi van? Igen. Nálunk a kollégiumban voltak srácok, akik alsógatyában zuhanyoztak, mert hogy nem mertek levetkőzni. Menjetek ki az Oktoberfestre, ott a hosszú asztalok alatt van végig egy vájú. Ez legenda. És nem lábtörlőként szolgál. Nem, én nem voltam még soha, van ilyen? Nem tudom elképzelni. És közben előveszed az asztalt. Á, nem. Nagyon, és nagyon. És akkor a szembelévőnek még lebrúzol az ahatja. Igen, az ötödik korsosor után már nem célzol olyan jól. Többen megírták, hogy ez egy létező jelenség, én nem voltam. Én sem voltam. Elhiszem, de fura lenne, hogy ki sem ész most dobba, csak ott egyszerűen az alattad, ott megcsinálták a kivezetést. Nem már. Vagy cső van mindenkinek derék magasságban, és be kell dugni. Igen. Sziasztok, Morning Show, hallgatom az adást, nekem is van traumatikus élményem. Fütyörészve álltam egy piszuárnál, várva, hogy jöjjön, aminek jönnie kell. Mellé lép egy idősebb forma. Ő teszi a dolgát, egyszer csak átszól. Na, ezt fújd meg, köcsög. Mondja valaki, hogy a férfiaknak Jézus. Milyen könnyű. Mi a férfiaknak milyen könnyű, ugye? Vele megesett, hogy egy haverom, akinek amúgy barátnője van, pisilés közben a piszuárnál átnézett az enyémre. A fejét fordította, és a nyakát nyújtogatta, kacsa, írja, hogy azért vannak kíváncsi férfiak, akik úgy átbámulnak. Valóban traumatikus az élmény, egyébként nem könnyű. Pedig megértem. Dolgozom, dolgozom, most már könnyebb, hogy ennyien vagytok velem. Van, igen. És hogy egyik a másik után évről évre, és csak jönnek ezek a beteg állok. Na jó. Köszönjük szépen az SMS-eket, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Feri kora reggel talán kicsit könnyelműen elmondta, hogy zsibbad a lábúja. Megindult a cunami. Jó tanácsok, szokjál le a dohányzásról, hova menjél súlyfürdőre. Aggódunk érte. Az, de is írom, november 27, fekete nap. Igen, érszűkület, gerincsér, hát Ferit idézőjelesen eltemettük, de egyben próbáltunk neked tanácsot adni, hogy mit csináljál. Aztán 7 óra után megpróbáltunk leszoktatni a dohányzásról. Igen, majd 9 óra után elővettétek azt, hogy nem tudok pisilni, és közben még Tóth Gábor 8 órától engem szapult azzal, hogy főzök. Azt hiszem, hazamegyek aludni. Nem biztos, hogy ez a te napod volt. Igen. Biztos nem. Igen, Ferit kora reggel. Igen, Ferit kora reggel megdolgoztuk ezeket a pillanatokat, most újra megmutatjuk. 3 perc múlva pontosan 10 óra. Hát Feri, ma kaptál azért, ez nem a te napod volt. Örömmel álltam a műsor rendelkezésére, semmi bajom, nincs, kamu az egész. Én már milyen jó, hogy elmondtad, és zsibbad a lábúja. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Én is letettem, most már 9 éve, képzeljétek 9 el. Éve nem dohányzom. Ja. És tényleg ez van, hogy kinyílt a világ, sokkal jobb ízeket éreztem akkor hirtelen. Én tudok főzni, tudod? Ez a, tehát, hogy ennyi. Egyik napról a másikra? Tehát csak azt mondod, hogy végem? Nem, az nagyon hosszú folyamat volt. Tehát a Ferivel nagyon sokat cigiztünk mi együtt, és akkor mindig mondtam neki, hogy már leszoktam, de az adj már egyet. Tehát, hogy volt ez nagyon sokszor. De aztán, amikor a Rómeó megszületett, akkor azt mondtam, hogy na, akkor itt a vége. És akkor vége is lett. Mm-hmm. Jó, a fogadás áll. Ha azt mondod, Bali, megpróbálom. Egy nagy taré zölden. Csináltatom csak a hajat. Csak a taréért, csináld. Csak a taré. De nem, ha visszaszok. De az a baj, ha visszaszokom, akkor nekem kell. De azért is csináltam. De azt is látnám. Mi drukkolunk. Na jó, azért ezt a lábzsibbadást nézes meg. Megyek már izére, UH kezelésre, ultrahangra. Mi van? Mi? Víz az ősz, a melegvizes kádba. Én megijednék. Mit az ultrahang? Nem, az semmi, az spikula, nem az. Hanem hogy zsibbad a láb. Hát azért az ijesztő. Hát gerinc, mit tudom én, mi érszűkül. A fele, az egy ijesztő tünet. Voltam orvosnál. Tudom, aki gyurcsókra rátette. Birkabélből, igen. Megmondta, hogy nincs semmi. Na mindegy, jó, meglátjuk majd. Mikor van az első kezelés? Ahogy utol tudom érni ezt a helyet. Mesélsz róla. Perre viccelsz. Nem hallgatod el. Nem. Megkaptad a kis úszódresszedet, kis köpenyedet, bekísértek a medencébe. Persze, ilyen csíkos régi század elejé. Bácsi között üldögéltél, sakkoztál, és közben kezelgetted magad. Tehát ezt azért mondd el, hogy milyen volt. Hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Ha mondja, hogy Morning Show, akkor rövi az ajándékcsomag. De akkor is, ha csak annyit mondanak, hogy felel más cipő. Új cipő. De kár, de... Halló, jó reggelt! Hello! Hello! Hát, kicsit késő, igen. Szia, nem mondtad, hogy Morning Show. Hello, Karcsi! Nem mondtam, nem hallottátok? Nem, ezt most nem. De utálom ezt a részt. Ezt nem hallottuk. Karcsikám, hello!
Ó, gyerekek is? Ó, igen, a kisfiammal itt rántottát csinálunk. De jó. Na, írtál nekünk SMS-t, ugye férfi-női zuhanyzó öltöző sport után ez volt a témánk, ki milyen nehézségekkel szembesült, annyit írtál nekünk, a zuhanyzóból kilépve én már automatikusan a hidegvízre panaszkodom. Ezt mi nagyon szerettük. Így könnyebb, igen. Karcsikám, hát te vagy a naphallgatója, csak nincs morning show ajándékcsomag. Kutya. Na, se hittétek el, hogy nem használtam a számítógépet, úgyhogy egy újabb rossz pont. Előbb-utóbb összejön. Jó, Karcsi? Köszi. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello, hello. Szia. Nem mondta, ugye nem voltunk szigorúak, nem halózott. Csabikám, nem megzenék? Képzeljétek el, a Hooligansnek van most ez a duettes lemeze, és Nagy Feróval, a Jani Csekvetszával, a Kalapácsi Józsival, nagyon sok emberrel énekelnek együtt, de van egy olyan, amiben csak ők vannak, illetőleg a kompaktdiszkos Lotfi Begi megremixelte a legelső lemezükről az első sláger, talán a Jani emlékszik rá. Az Én Paradicsom? A Nem hal, nem lát, nem beszél lemezen a negyedik track volt, így van, Paradicsom. Az első Hooligans sláger volt, és erre készült most egy ilyen nagyon érdekes remix, és ezt mint klassz slágert fogom hozni a következő órában. Érdekes, hallgassátok, mert jó. Meghallgatjuk, jól van. 555-55-00 a Csabi telefonszáma, ha valaki szeretne dalt kérni, tegye meg, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao, ha jövünk, igen, hello, hello. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt már a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.